6. ének. Odysseus megérkezik a fajákokhoz. Hát így szunnyadt ott a sokat tűrt fényes Odysseus, álom s fáradtság nyűgözötten. Azonban Athéné most városba suhant le, a faják férfiakéba hajdan, akik tágtáncterű nagy hüperelje ölében laktak, szörnyű, kevély vad Küklopsz nép közelében, kik pusztítgatták őket, mert több erejük volt. Onnan az isteni Nausítos kivezette a népét búzaevő emberfajtól távol Szkériába. Házakat épített, bástyával övezte a várost, templomokat magasított, szétosztotta a szántót. Őt leigázta a vég, Hádész házába került már, s most a király, kit az ég bölcsétett, Alkinosz volt. Ennek a háza felé sietett a bagoly szemű Pallas, gondolkodva a hősszívű Odysseus hazatértén. Ment be a jól faragott hálóba, amelyben a lányka szunnyacs, mint örök istennő, oly szép alakú volt. Nausiká lánysarja a nagyszívű Alkinosznak, s még két szolgaleány, Kárisoktól bájos a szélső két oszlop töviben, stündöklő ajtaja zárt volt. Ő a leány ágyához osont, sebesen fuvalatként, s ott fejtől állt meg, s megszólította szavával. Tenger büszke hajósa Dümasz lányának alakját öltve ki, egykorú volt a leánnyal, s drága szívének. Ennek alakjában szólt most a bagoly szemű Pallas. Nausiká, miért szült az anyád így lusta leánynak? Elhanyagolva hever tündöklő drága ruhád mind, és közeleg lakodalmad, azon szép tiszta ruhát kell öltened, és adnod majd, kik hazavisznek azoknak. Mert hiszen ebből kél a leány jó híre a nép közt, apja is ennek örül, s vele örvend anyja az úrnő. Hát csak eredjünk mosni, amint fölfénylik a hajnal, s én nyomodon sietek versengen, hogy hamarabb légy készen vélé, hiszen nem lészte soká hajadom már, mert hisz a községből megkérnek a legderekabbak minden faják közt, honnét a te törzsed is indul. Hát korahajnalban buzdíts neves édesapádat, hogy szekerecs összéreket adjon fölszereléssel, fussanak öltönyeiddel, övekkel, szép takarókkal, és magad is helyesebb, ha ekép mégy, nem gyalog indulsz, mert a mosógödrök még innen messze feküsznek. Szólt, s ezután elment a bagoly szemű Pallas Athéné, szállt az olimposzi csúcsra. Az istenek el nem enyésző székhelye az, mondják. Soha szél nem rázza, nem ázik záporban, sose hull rá hó, de a szép levegőjék felhőtlen, s futkároz rajta a tiszta verőfény. Ott mulatoznak a boldog olimposzi istenek egyre, s hát miután intette a lányt, odaszállt el Athéné. S jött is a szép trónszékű hajnal, s a drága ruhájú Nausikát fölverte. Csodálta a lányka az álmot, s termeken át indult a szülőinek is hírül adni, jó apjának s anyjának bent lelte meg őket, anyja a tűzhelynél szolgáló lányai közt ült, s tengeri bíbor szállal szőtt. Apját pedig akkor érte, mikor kifelé ment épp a neves fejedelmek gyűlésébe, hová fényes fajákjai hívták. Hát odaállt szeretett apjához a lánykas ekép szólt. Édes apus, szekeret nem akarnál adni ma nékem, jó kerekűt, magasat, hogy drága ruháim a vízhez mosni vigyem, is, mint szennyes halmokban hevernek. Hozzád is, mikor ott a tanácsban döntesz a legfőbb embereiddel, az illik, hogy csupa tiszta ruhát hordj. 5 kedves fiad is van még palotádnak ölében. 2 már házas, de a többi legény a javából, s mindig tiszta mosott köpenyekben akar valamennyi menni a táncba, s mind ebben gondolni nekem kell. Így szólt, mert szégyelt viruló nászt mondani édes apja előtt. De az értett mindent, s válaszul így szólt. Nem tagadom meg tőled az összvért, s mást se szülöttem. Hát csak eredj, majd fölszerelik szekerünket a szolgák, jó kerekűt, magasat, kast is tesznek tetejébe. Mondta, parancsot adott, s megtették nyomban a szolgák.
Jókerekű szekerét ellátták fölszereléssel, két öszvért hoztak, s a szekérnek elébe befogták. Fénylő köntösei terméből hozta a lány is, s a ruhát fölrakta gyalult sima szép szekerére. Majd ládába rakott üdítő eleséget az anyja sokfélét, húst tett bele, bort öntött be a kecsketömlőbe, s fölszállt ez alatt a leány a szekérre, s még színarany korsót is adott neki síkos olajjal, szolgáló leányaival, hogy a parton megkenekedjék. Az megfogta a fényes gyeplőt, fogta az ostorcs, indított vele, két öszvér dobogása dübörgött. Csartettek, szakadatlan vitték őt s a ruhákat, nem maga ment csak, a szolgaleányok is útnak eredtek. És amit ön a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elő s ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatogos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a kötörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, otthon a parti kavics legtisztább lett a haboktól, megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet, a szolgálók s a királylány. Fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak, hókarú Nausziká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincő Teügétoszt és Erümantoszt, hol vatkanra szökő szarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai völgybeli nimfák játszadozón járnak, s Létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni pedig gyönyörű valamennyi szolgálói között, így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám de midőn haza kellett már indulnia újra, s összért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, ekkor más gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné, ébredjen föl már Odysseus, és lássa a szép lányt, az meg a faják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odysseus, és föl is ült, így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőfösseké, vadaké, törvénnyel mit sem törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Istent. Mintha leányok hangja sikoltott volna köröttem, nymfáké, kik a csúcson laknak a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem, rajta magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből már bújt is ki a bajnok Odysseus, ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, s ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson. Így kívánt Odysseus szép fürtű szüzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajban szorongott. Rettenetesnek tűnt föl előttük a tengeri habtól rúton, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz, csak maga Nausziká várt, mert szívébe Athéné merszet tett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odysseus meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengen, hogy városba vezetné tán, s adna ruhát rá. Így töprengett,
és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengeni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekele, ki vagy? Isten? Földi halandó? Hogyha te istennő vagy a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak arcra hasonlónak, termetres alakra, és a halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apát háromszor, anyád is boldog, az úrnő és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot. Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem látta még így szép földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, s bámulat elfog. Egykor Déloszban nagy Apollón oltáránál láttam így ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam. Sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát mikor azt láttam, bámultam ekép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak. S félek erősen térdedet átkulcsolni. Nehéz búsulja szakadt rám. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnem a borszín vízből. Eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ogygie szigetéről. Most ide dobva a Daimontán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, még sok bajt mérnek az istenek én rám. Hát könyörű, úrnőm, mert hozzád jöttem először, annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat. Valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit, s néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjed, s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő nagy fájdalmára a rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olimpöszi Zeus maga osztja az emberek üdvét jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, s tűrnöd kell minden esetre. Most, miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdekelőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom, hald népe nevét is, fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város, én meg a leánya vagyok nagyszívű Alkinosznak, s nála találod a faják nép erejét s hatalmát. Szólt és széphajú szolgálóinak adta parancsát. Vissza ti szolgálók, hova futtok e férfiú láttán? Tán csak nem hiszitek, hogy minket bántani kíván? Nincsen olyan földön siető ember, sosem is lesz, fajákok földjére ki pusztító akarattal érkeznék. Mert drága kegyében az égi lakóknak ember messze lakunk a zajongó tengeri árban itt a világ szélén, s nem jár ide földi halandó. Csak hogy ez itt nyomorult, hányódva került szigetünkre, gondoznunk kell őt. Mert Zeustól ér ide minden koldus és idegen, s a kevés is jól esik annak. Rajta leányok, kínáljátok ebéddel, itallal, s fürdessétek meg, hol a szél nem fú a folyóban. Szólt. Mire egymást biztatgatva megálltak a lányok, széltől védett helyre vezették őt, hova küldte Nausziká, lánysarja a böldszívű Alkinosznak. És mellé rakták a palástot, az inget, a köntöst,
adtak aranykorsót Odüsszeusznak síkos olajjal, s bíztatták, hogy a víz hullámai közt lefürödjék. Ekkor a szolgaleányokhoz szólt fényes Odüsszeusz. Álljatok egy kicsit arrébb, jányok, hogy magam öntsem vállamról le a sós habot, és kenekedjem olajjal, mert testemnek rég nem volt már része kenedben. És ti előttetek én nem fürdöm. Szégyelem azt, hogy szép hajfürtű leányok elé álljak ki mezítlen. Szólt, arrébb mentek, és elmondták ezt a leánynak. És most a folyóban mosta le isteni bajnok Odüsszeusz azt a habot, mely erős vállát s hátát borította, meddő víz tajtékját is lesikált a fejéről. És miután mindent lemosott már, megkenekedve vette föl azt a ruhát, mit a szép hajadon neki küldött. Ekkor Athénai, a hatalmas Zeus atya lánya, szemre nagyobbá tette, erősebbé, és a fejére göndör fürtöket is, mint játszint szirmokat öntött. Mint amidőn aranyat körülönt az ezüstre egy ember, művész, ki tanított Hephaistos, Pallas Athéné minden mesterségre, és ezért kezeműve nagyon szép, így öntötte a bájt vállára, fejére az úrnő. Félrevonult Odüsszeusz, s odaült peremére a partnak, szépségtől bájtól ragyogón. Bámult a királylány, s végre a széphajú szolgáló lányokhoz ekképp szólt. Rajta, fehérkarú szolgálók, hallgassatok én rám. Lám, nem az összes olimposzi istenek óhaja ellen ért ez a férfi az isteni faják nép közelébe, mert az imént még rútnak tűnt, nyomorultnak előttem, most meg olyan, mint isteneink, kik az égbe lakoznak. Bár csak ilyen férj volna nekem kijelölve az égtől, itt lakozó, és vajha maradna e földön örömmel, rajta leányok, kínáljátok ebéddel, itallal, szólt. A leányok hallgatták, s tették a parancsát, vittek már Odüsszeusz elibé ételt is, italt is, és ekkor evett, meg ivott a sokat tűrt fényes Odüsszeusz nagyhevesen, mert rég nem volt már része evésben. S Nausziká, a fehér karú, mást vett most az eszébe. Tiszta ruháit mind gyönyörű szekerére rakatta, és befogadta erős összvéreit, ő maga fölszállt, s buzdította ekép Odüsszeuszt, szót szólva kimondta, kelj föl, jó idegen, városba megyünk, hogy igen bölcs édesapám házához küldjelek el. S te az összes fajákok közt legderekabbakat ismered ott meg. Te csak, amit mondok, mert látom, hogy buta nem vagy. Míg mi a földeken áthaladunk, meg a búzamezőkön, addig a szolgaleányokkal kísér csak az összvért, és szekerünk szaporán, az utat pedig én mutatom meg. Ám, hogy a város alá érünk, melyet égre magasló bástya övez, s mindkét végén gyönyörű kikötő van, szűk a bejárat. A görbehajók ott állnak az útnak mentében sorban, minnek helye megvan a vízben. Ott a Poseidon szép szentélye körül piacunk is áll odavonszolt, s földbe levert sok sziklaütéssel. Fölszerelését itt készítik a barna hajóknak, vásznakat és kötelet, s evezőt élesre gyalulnak. Mert nincs gondjuk a fajákoknak nyílra tegezre, árboc kell nekik, és evező, és gája, arányos, melyel az őszhabokon dicsekedve suhannak előre. Rosszavokat kikerülném, még valahogy ne gúnyoljon egy ezután, mert nagy dőfűek akadnak a nép közt, s még valamely hitványabb így szól, szembevetődve, ennye, két ez a szép, idegen, nagytermetű férfi Nausikával, hol lelt rá? Még férje is ez lesz, vagy valamely vándort hívott ide fürge hajóról messze lakó népből, hisz senki sem él közelünkben, vagy még mondta imáját, Isten szállt le az égből egy nagyon óhajtott, és elveszi minden időkre. Jobb is ez így, hogy utána szaladva szerezte a férjét máshonnan, hiszen úgy is megveti itthon a faják férfiakat, pedig annyi nemes kérné feleségül. Így szólnak, s ez a szó majd én rám hozza a szégyent. Mert magam is megítélném azt a leányt, ki ilyen tesz, hogy bár apjas az anyja, s a jórokonok nem akarják, férfival együtt jár, mielőtt virrad lakodalma. Most idegen,
Szavamat jól értsd meg, hogy hamarabb kapj jó kíséretet édesapámtól, hogy hazaküldjön. Fölleled itt Pallas ragyogó ligetét az utunknak szélén, nyárfaliget forrással rét közepében. Itt van apám földrésze, virágzó kertje, a város szélétől oly messze, hová még ér a kiáltás. Ülj le tehát ott, és kis időt várj, míg mi előre tartva elérjük a várost és az apám palotáját. Csak miután már azt gondoltad, hogy hazaértünk, vedd utadat te a faják város iránt, s tudakold ott, hol van a háza apámnak, a nagyszívű Alkinoosznak. Könnyű felismerned, kisgyermek is elvezett arra, mert hisz a faják házak közt nincs egy se hasonló, oly gyönyörű palotája a harcias Alkinoosznak. Ám de mikor már elrejt téged a ház meg az udvar, vágj át legsebesebben a termen, míg oda nem jutsz édesanyámhoz. A tűzhelynél ül a tűz sugarában, tengeri bíbor szép fonalat szöveget, csoda nézni, oszlophoz dől, háta mögött a cselédei ülnek. Ott van az oszlop alatt trónszéke is édesapámnak, ő azon ülve borozgat, akár valamely örök isten. Menj el apám mellett, s kulcsold át édesanyámnak térdét, hogy meglásd hazatérted örömteli napját gyorsan, akármi távolról értél ide hozzánk. Hogyha az ő szívében irántad jó akarat kél, újra remélheted azt, hogy látod a kedveseid még, s jól épült házadba elérhetsz otthoni földre. Így szólt, és ragyogó ostorral csapta meg ekkor két összvérét, elhagyták a folyót nekifutva. Gyorsan ügettek, a lábaikat sebesen szedegették, s ő jól húzta a gyeplőt, hogy vele tudjon Odysseus lépni, s a szolgálók smértékkel emelte az ostort. S már a nap is lebukott, hogy elértek Pallas Athéné híres szent ligetébe, leült ott fényes Odysseus. S nagy Zeus lányához tüstént így küldte fohászát. Hallgass meg szavamat, pajzsos Zeus gyermeke győztes! Hallgass rám legalább most, mert nem tetted idáig, hogy tutajom széttört, meg a földrázó dühe morzsolt. Tedd, hogy a faják nép szívesen, s könyörülve fogadjon. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Athéné. Mégse jelent meg előtte, mivel tisztelte erősen édes nagybátyját, ki gyűlölte lobogva szünetlen isteni hős Odysseust, valameddig csak haza nem tért. Hetedik ének. Odysseus belép Alkinooshoz. Így estett hát ott a sokat tűrt fényes Odysseus, s két összvér erejével a lány város fele tartott. És hogy az apja jelesírű házához elért már, udvari ajtónál állt meg, s a fivérei vették őt körül ott, mint isteni férfi, kifogva szekérből állatait vitték be a házba a tiszta ruhákat. S ment be a hálójába, tüzet gyújtott neki ott benn vén szobalánya, Apeiréből jött Eurymedusa, kit görbült falu gáján hoztak el egykor Amonnan, s Alkinoosz részéül emelték, mert fejedelme volt ő mindjüknek, s rá mint istenre figyeltek. Ez dajkálta fehérkarú Nausikaát is a házban. Ez gyújtott tüzet, és készített bent vacsorát is. Ekkor kélt Odysseus város fele útnak. Athéné nagy ködöt öntött rá, kedvelve szívében Odysseust, döjfös fajákok közül egy, ha elébe vetődik, szóval meg ne sebezze, ne is faggassa ki légyen. És mikor épp készült a kies városba hatolni, szembe került vele ott a bagoly szemű isten Athéné, mint korsójával haladó fiatal hajadonlány. És elibé állt, és megkérdezte a fégyes Odysseus, lányom, nem vinnél-e el innét Alkinoosznak háza felé, ki az itt lakozó népek fejedelme? Mert sok próbát állt idegenként, értem idáig távol eső földről, így hát nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket.
Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallas, Vándor apám, szívesen mutatom meg néked a házat, mert jeles édesapám házával szinte határos. Jöjj, csak csöndbe maradj, az utat pedig én mutatom meg. Egy emberre se nézz, sose kérj egyet se szavakkal, mert ezek itt nemigen nagy kedvel nézik a vándort, s nem látják szeretőn, aki máshonnan kerül erre. Messzefutó suhanó gályákban bízva a roppant árt szelik át, hisz a földrázó ezt részükül adta, és a hajójuk, mint a madár vagy a gondolat, oly gyors. Szólt és ment is előre azonnal Pallas Athéné nagysebesen, és Odysseus ment véle, követte az istent. Őt a hatalmas hírű hajós nép észre se vette, bárha a városon át köztük ment. Csak hogy Athéné szépfonatú, félelmetes úrnő azt nem akarta, isteni ködbe takarta, mivel kedvelte szívében. Elvámult Odysseus, kikötőket látva, s arányos gályákat, hősök piacát, meg a hosszú hatalmas és szölöpökkel támasztott falakat csoda nézni. S miután a király híres házához elérte, kezdte az istennő a bagoly szemű Pallas Athéné, Vándor apám, ez a ház az, amelynek megmutatását kérted. A Zeus táplálta királyokat, ebbe leled meg. Itt lakják lakomájuk, eregy közibük sose rettegj, mert is a bátornak minden jobban sikerülhet, bármibe fog jöjjön bár más helyről e vidékre. Bent a királynőhöz fordulj legelőször a házban. Arétének hívják őt a nevén, s ugyanonnan származik ő is, ahonnét Alkínosz fejedelmünk. Nausítoszt nemzette Poseidon legelőször, és ama leggyönyörűbb alakú asszony Periboia, legkisebbik lánya a nagyszívű Eurymedonnak. Ez volt egykor a gőgös gigászok fejedelme. Elveszítette gonosz népét, maga is vele pusztult. Lánya Poseidonnal szerelembe vegyült, fiat is szült, nagyszívű Nausítoszt, ki a fajákok feje volt itt. Nausítosz Rexenort s Alkínoszt nemzette, azt fia sem volt még, lenyilaszta ezüstnyilú folybosz, még csak alig házast. Egyetlen lánya maradt csak Arété, s ezt vette nagy Alkínosz feleségül, s úgy tisztelte, ahogy még senkit a földön a nők közt. Férjük alá rendelten, akik házukra ügyelnek. Őt mindenki szívéből így nagy tisztelet éri. Kedves gyermeke, és maga Alkínosz becsülik mind, és az egész nép, mint istenre tekintenek őrá, üdvözlik fennen, ha a városnak veszi útját. Mert nincs is hiával a jó akaró nemes észnek, és még férfiút is megbékít, hogyha vitáznak. Hogyha az ő szívében irántad jó akarat kél, újra remélheted azt, hogy látod a kedveseid még, s nagy tetejű házadba elérhetsz otthoni földre. Így szólt és tovaszált a bagoly szemű Pallas Athéné meddő tengeren át, a kies Szkériát odahagyta, és Maratonba suhant meg a széles útú nagy Athénba, s szállt be Erechteusz dúsházába. Eközben Odysseus Alkínosz híres házához eredt. Szíve hosszan hányódott, míg álcs nem lépett érc küszöbére, mert villant a sugár, valamint a napé vagy a holdé, nagyszívű Alkínosz meredek tetejű palotáján. Érszhal a húzódott a küszöbtől erre meg arra végig a ház sarkig, lazúros, szép bástya szegéllyel, és aranyajtók fogták közre erős palotáját. Érsz küszöbön magasodtak az ajtószárnyak ezüstből, és a szemöldökfájuk ezüst, karikájuk arany volt. Két oldalt színarany meg ezüst ebek álltak előtte, mint Hephaistosz remekelt leleményes eszével. Hogy palotáját őrizzék a nagy Alkínosznak, és e kutyák soha meg nem öregszenek, élnek örökké. Karszékek voltak falnak támasztva küszöbtől két oldalt be a ház mélyéig. Könnyű szövésű szép takarók díszlettek a székeken, asszonyi munkák. Itt mulatoztak a fajákok fejedelmei, folyton ettek is,
ittak, mert bőven volt eleségük. Álltak aranyból készült ifjak a jó alapú sok állványon, lobogó fáklyákat tartva kezükben, éjszaka fényt árasztva a ház vendégseregére. 50 szolgálónő él a magas palotában, van ki aranygabonát őrölget a kézimalommal, más szövetet szöveget vagy az orsót pörgeti, ülnek sorban, mint a sudár nyárfán levelek sokasága, s jószorosan szőtt vásznaikon csöpögő olaj illan. Mint ahogyan legjobban a faják férfiak értik fürgehajóval a tengert szelni, az asszonyok épp úgy legszebben szőnek. Megajándékozta Athéné őket a szép munkához ügyességgel, jeles ésszel. Kívül az udvaron, ajtóhoz közel áll a gyümölcsös, négy holdas nagy kert, körülötte sövény tekerődzik. Benne virágzó szép terebélyes fák növekednek, gránát almafa körte, s az alma a drága gyümölcsű, s édes termésű fügefák, viruló nagy olajfák, és a gyümölcs sose pusztul e fákon, nem szűnik érni télen-nyáron, az esztendőn át, fú, szakadatlan ott a zefír, s egy termés csarjaszt, másikat érlel. Körte a körte körül puhul, érik, az alma az almán, szöllőfürtre a szöllőfürt, fügenő a fügére. Dústermésű szöllős kert is sarjad előtte, és aszalóhely az egyik része a síkterű tisztás napszárítja, a másik részén épp szüretelnek, s ime taposnak a harmadikon. Legelől a virágok most hulladták el, másút feketülnek a fürtök. Szép vetemény ágyak húzódnak végül a kertben, mindenfajta növény örökös virulásba tenyésző. Két forrás van. Egyik szanaszét szóródik a kerten, másik máshol ered, s udvar küszöbének alatta ér a magas házhoz, s ebből meregetnek a népek. Alkínoszt a nagy istenek így megajándékozták. Ott állt meg, s ámult a sokat tűrt fényes Odüsszeusz. Majd miután mindent megszemlélt lelkes örömmel, nagysebesen hágott a küszöbre, s a házba belépett. Ott benn lelte a fajákok fejeit s vezetőit, épp áldoztak borral a jószemű Argosz ölőnek, mert neki áldoznak, mielőtt nyugovóra ledőlnek. Termeiken ment át a sokat tűrt bajnok Odüsszeusz, köttakaróban, amit köribé öntött nagy Athéné, míg nem elért Arétéhoz, s a király közelébe. S ott a királynő térde köré kezeit kivetette, s ekkor az isteni köd szétfoszlott róla azonnal. Mind elnémultak, meglátva a házban a férfit, döbbenten nézték. S így szólt könyörögve Odüsszeusz, Arété, lány sarja az isteni Rixinornak, férjedet és a te térdedet értem el annyi bajomban, és vendégeidét, kik az égből nyerjenek áldást végig az életen át, sagyhassák gyermekeikre azt, mit a községtől kaptak, s szép kincseiket mind, engem azonban gyorsan küldjetek otthoni földre, mert rég gyötrődöm nagy messze a kedveseimtől. Szólt, s hamujába a tűzhelynek le is ült ezután a tűz mellé, mire ők mind hosszan csöndbe merültek. Későn szólalt meg csak az éltes hős Ekénéosz, ő, aki minden faják férfiúnál öregebb volt, és értette a szót és ősei sok tudományát, jó akaron szólalt meg köztük, ilyen szavakat szólt. Alkínosz, nem szép dolog ez, de bizony nem is illik tűzhely előtt hamuban, hogy a vendég üljön a földön, s itt ezek azt várják szótlan, hogy kezd meg a szót te. Rajta tehát vendégedet ültest szép faragású ékes ezüst székbe, szólj hírnökeidre, keverjen mind bort, áldozzunk villámszerető nagy Zeusnak, mert is a tisztes esengőt ő kíséri az úton, s adjon a gazdasszony, mie van, vacsorát az utasnak. Alkínosz hallotta e szókat szent erejével, bölcs szívű, tarka eszű Odüsszeuszt megfogta kezénél, s tűzhely elől ragyogó karszékre vezette leülni, drága fiát fölkeltve a bajnok Laodamaszt, kit legjobban szeretett, s aki hozzá legközelebb ült.
Hozta a szolgaleány a vizet, s öntötte kezére szép színarany kancsót, s ezüst tálkába ürítve, hogy megmossa kezét, s a gyalult asztalt odatolta. Majd meg a tisztes gazdasszony hozzá kenyeret vitt, és sok jó eledelcs, ami volt, osztotta örömmel. Ekkor evett meg ivott a sokat tűrt fényes Odüsszeusz. Alkínosz meg a hírnökös szólt szent erejével. Pantanosz, te keverd a vödörben, s osszad a színbort termünkben. Villám szerető Zeusnak locsancsunk, mert hisz a tisztes esengőt ő kíséri az úton. Szólt, mire Pantanosz vegyítette a mély szívű színbort, szétosztotta a bort, áldozva előbb a pohárból. És miután áldoztak, s ittak, amennyit akartak, Alkínosz szólalt meg köztük szónoki szóval. Faják, főnökök és vezetők, hallgassatok én rám, hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Ettetek, ittatok, indulhattok már lefeküdni. S virradaton majd még több bölcsvényt hív a körünkbe, őt megvendékeljük az égi lakóknak, igen szép áldozatot mutatunk be. S utána a kíséretre lesz gondunk, hogy e vendég bajtól, fáradalomtól mentesen érhessen haza, míg mi segítjük az útján, nagysebesen, vidoran, bármennyire messze igyekszik, és veszedelmet bajt szenvednie közben ne kelljen, míg nem lép ki hazájának földjére, de ott már el kell tűrnie, mit számára a sors, meg a súlyos moirák szőttek, amint megszülte világra az anyja. Ám de ha ő Isten, ki az égből szállt ide hozzánk, akkor az égi lakók mi velünk még mást is akarnak. Mert a sok égi lakó nyíltan jelenik meg előttünk kezdettől, ha nagyon szép áldozatot mutatunk be, és közibénk telepedve velünk együtt lakomázik. És közülünk, ha az úton jár egy, még az erről sem rejtőznek soha, mert törzsükhöz olyan közel állunk, mint csak a kiklopszok és a gigászok vad sokadalma. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Alkínosz, te ilyet sose gondolj. Isteneinkkel egyben neves, akik ott fönn élnek a tágterű égben. Termetem és alakom sem olyan, csak földi halandó. Hogyha olyant ismertek, akit legtöbb baj emésztett mindközt, én avval lehetek kínokban egyenlő, sőt, még több gonoszat tudnék elmondani nektek, mit tűrtem keserűn a nagy istenek óhaja folytán. Csak most hagyjatok ennem, akárhogy búsul a szívem, mert nincs semmi kutyább a gyomornál, gyűlöletes, hisz, hogy vele gondoljunk, mindenkor rávesz erővel, bárhogyan is búsulunk, s a szívünknek gyásza van úgy is. Mint ahogyan most én szívemben gyászolok, az meg folytonosan küld enni meg inni, feletteti mindazt, mit szenvedtem, s még meg nem telik, egyre sanyargat. Ám de ti nagy sietősen, amint fölfénylik a hajnal engem a gyötrődőt, indítsatok újra hazámba, sok baj után, s elhagyhat az élet utána, ha láttam birtokomat, háznépem, s nagy tetejű palotámat. Szólt, dicsérték mind, s mondták, el kell a honába vinni a vendéget, mivel úgy szólt ő, ahogy illik. És miután áldoztak, s ittak, amennyit akartak, akkor mind hazaindult már lepihenni lakába. Ő pedig ott maradott a teremben, a fényes Odüsszeusz. Árété meg az isteni Alkínosz vele együtt ült, s közben a szolgálók szedték le az asztalt. Köztük a hókarú Árété szólalt meg először, mert a köpenyre, az ingre, a drága ruhákra azonnal ráismert, hiszen ő maga szőtte, s a szolgaleányok. Hát őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Jó idegem! Legelőbb én foglak kérteni téged, honnan jössz te? Ki vagy? Ki is adta reáde ruhákat? Hát nem a tengeren át mondtad, hogy e földre vetődtél? Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Szörnyű nehéz elmondani mindent sorra, királynő, mert is olyan sok kínt bajt mértek az égi lakók rám, ám de amit kérdez,
s tudakolsz, választ adok arra. Van bizonyos sziget, Ogügyé jó messze a vízben, ott Atlasznak a lánya, cseles, szépfürtő, Kalipszó él, félelmetes istennő, akihez soha nem jár látogatóba, sem égi lakó, sem földi halandó. Engem azonban a búsat a Daimon tűzhelye mellé vitt el, mert ragyogó villámmal fürgehajómat Zeus szétszelte, a borszínű víz közepébe szorítva. És jó társaim akkor mind odavesztek a vészben, ám én átkulcsolva a görbült gája gerincét hosszú 9 napon át hányódtam, végre vak ében Ogygié szigetére vetettek az istenek, és ott rettenetes szépfürtő Kalipszó sok szeretettel és szívesen fogadott és táplált. Mondta, hogy engem még örök életűvé is tesz, s örökös fiatallá. Csak hogy az én szívemet kebelemben meg nem igézte. 7 álló esztendeig éltem nála, keserves könyvbe füröztöttem, mit kaptam az isteni köntöst, ám hogy az esztendők fordultak, a 8. eljött, ő maga küldött akkor végre hazámba, talán mert Zeustól jött üzenet, de talán szíve szándoka fordult. Elküldött sok eresztékes tutajon, s eleséget jó sokat, édesbort is adott, s rám isteni köntöst, és langyos szelet is küldött az utamra, szelítet. 10 és 7 napon át jártam tutajommal a tengert, ám azutáni napon föltűntek a földetek árnya szép hegyei, s megörült kedves szívem ennek erősen. Én nyomorult, hisz még oly sok csúfvész dühe várt rám, mit rám támasztott földrázó szörnyű Poseidon, mert lekötözte utam tüstént, szeleket kibocsátva, és a temérdek tengert is fölverte, s a hullám, míg hevesen nyögtem, tutajom nem hagyta haladni. Azt azután a vihar szétverte, magam meg a vízben úszva az áradatot szeltem, míg végre idáig földetekig nem hordott lökve a szél meg a hullám. Itt, ha kilépek a földre, a hullám összetör engem, nagy sziklákra, ha csap, s a kietlen parti vidékre. Csak hogy visszahúzódva megint úsztam, s a folyóhoz értem, s azt a helyet tartottam a legkitűnőbbnek, mert sima volt, sziklátalan, és védett a szelektől. Buktam ki, s lelkem szedegettem. Az ambrósziás éj jött már, én meg az égből hult folyamot tovahagytam, és elaludtam a sűrű ligetben, hintve magamra sok levelet. S öntött rám végtelen álmot az Isten. Ott levelek halmán szomorúan drága szívemben végig aludtam az ét, hajnalt, delet által aludtam. Majd süllyedt a nap, és eleresztett mézizű álmom. S lányod szolgálóit láttam azonnal a parton, játszottak, s valamint istennő ő maga köztük. Hozzáfordultam. S nem volt híján nemes észnek, bár sose várnád minden elét kerülő fiataltól, ezt hisz az ifjabbak mindenkoron oktalanabbak. Ő kenyeret, s vele lángszínű bort is adott elegendőt, s engem megfürdetvén erruhákat is adta. Elmondtam neked úgy, ahogyan volt, bár nyoma bánat. Néki meg Alkino szólt, választ adva eképpen. Jó idegen, lám nem helyesen cselekedte leányom szolga leányaival, hogy téged nem vezetett el házunkhoz, pedig őt kérlelted e földön először. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Bajnok, tiszta nevű lányod te ezért sose korholt, mert hiszen ő hívott, hogy a nőkkel s ő vele menjek. Én nem akartam, azonban féltem a szégyen emésztet, hogyha te megpillantasz, a szívettán haragos lesz, mert hiszen indulat élít bennünk emberi nemben. Néki meg Alkino szólt választ adva eképpen, jó idegen, tudd meg, nem olyan kebelemben a szívem, hogy haragudjék vaktában. Jobb mindig a mérték. Bár csak Zeus atya Pallas Athenae meg Apollon, mint hogy ilyen vagy, s úgy gondolkodol épp, amiként én, bírnád lányomat, és vőmnek hívnának ezentúl, s itt élnél. Házat magam adnék, s birtokot akkor, hogyha maradsz szívesen.
mert tartóztatni erővel senki se fog közülünk. De is ettől Zeus atya óvjon, én hazajuttatlak, megígérem, hogy bizonyos légy még holnap. S az alatt te pihenve az álom ölében fekhetsz, ők meg a sík tengert verik, így hazaérhetsz otthoni földre a házadhoz, ahová csak akarnád. Még ha a távoli Euboján is túl van a földed, melyet a legmesszibbnek mond, aki látta közülünk egykor, amint vitték ama szőkehajú Radamantüszt látogatóba hajon, Tityoshoz, Gaia fiához. Mert oda is mentek, fáradtság nélkül elérték Euboját, és még ugyanaznap vissza is értek. Megtudod azt magad is szívedben, mi kitűnőek bárkáim, s a fiúk a vizet fölverni lapáttal. Így szólott. Megörült a sokat tűrt isteni férfi, és könyörögbe beszélt, ezután szót szólva kimondta, Zeus atya, bár csak amit megígért, most mind meg is adná Alkinosz. Neki el nem húnyó híre születnék termőföldeken, én meg elérnék drága hazámba. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, hókarú Arété meg a szolgálókra parancsolt vessenek ágyat a tornácon, ragyogó takarókat, bíbor színűeket meg szőnyegeket tegyenek rá, s bolyhos gyapjú köpenyt is még tegyenek tetejébe. Mentek a nők kifelé, fákját hordozva kezükben, és dagadó ágyát sebesen vetekedve vetették, s léptek Odüsszeuszhoz buzdító szóval eképpen. Indulj már, idegen! Lepihenhetsz, készen az ágyad, így szóltak, mire ő örömest kívánt lefeküdni. Így hát ott szunnyadt a sokat tűrt fényes Odüsszeusz fúratos ágyban, a visszhangos tornásznak ölében. Alkinosz meg a roppant ház zugolyába pihent le, fekhelye vetve, hol úrnő hitvese látta el ágyát. 8. ének. Odüsszeusz a fajákok között. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, Alkinosz serkent ágyáról szent erejével, s fölkelt isteni sari, várduló bajnok Odüsszeusz. Mentek, utat mutatott a király neki szent erejével, faják gyűléstérre, mely ott épült a hajóknál. És odaérve, símára csiszolt köveken le is ültek jó közel egymáshoz, s járt városszerte Athéné, hírnöke képében bölcslelkű Alkinosznak, gondolkodva a hős szívű Odüsszeusz hazatértén. Minden férfi elé odaállt, szólt mindegyikükkel. A faják, főnökök és vezetők mind jertek utánam gyűlésünkbe, a vendégről hírt hallani nyomban. Róla, ki bölcsesző Alkinosz házába került most, tengeren üzetvén, s az alakja az égi lakóké. Szólt mindjük lelkécs erejét serkentve eszókkal. Nagysebesen megtelt a piac, megtelt az üléssor, hogy gyülekeztek. Igen, bámulta a nép sokasága Laertész leleményes sarját. Pallas Athéné isteni bájt hintett Odüsszeusz vállára fejére, s szemre sudarabbá, steltebbé tette azonnal, hogy minden faják szeretettel lássa, lehessen félelmes, tisztelt, s végig meg is állja a versenyt. Minden, amelybe a fajákok próbára kihívják. Majd, mikor egybe sereglecs együtt volt valamennyi, Alkinosz szólalt meg köztük szónoki szóval. Faják, főnökök és vezetők, hallgassatok én rám, hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Lám, e nem ismert vándor jött palotánkba, bolyongva vagy kelet országából, vagy tán messze nyugatról, és hazakísérést kér, s hogy bizonyosra ígérjük. Hát a szokásunkhoz híven küldjük haza bárkán, mert nincs más se, akárki legyen ki a házam eléri, hogy keseregve sokáig kelljen várnia erre. Most föl! A barna hajót vontassuk az isteni vízre, azt az elől suhanót, s 52 fürge legényt is válasszunk ki a népünkből, rég legderekabbat. S tartóikba kötözve a jó evezőket erősen lépjetek újra a partra, hamar lakomázni lakunkba, s mindőtöknek adok bőséggel elég eleséget. Ennyit mondok az ifjaknak, de ti többi jogarral ékes büszke király,
Már jöjjetek innen az én szép házamhoz, hogy a vendéget szeretettel lássuk, meg ne tagadjátok. Hívjátok az isteni lantost, Démodokoszt, kinek Isten adott gyönyörű dalolásra képességet, zeng, amiről csak készteti lelke. Így szólt és vezetett. S a jogarviselő fejedelmek mentek utána, és a hírnök az isteni énekesért ment. És a kiválasztott 52 ifjú, amint ő elrendelte, a meddő vízpartjára elindult. És miután odaértek már a hajóhoz, a vízhez, akkor a barna hajót legelőbb mély vízbe kivonták, árbocot és vásznat raktak föl a barna hajóra, és evezőket is illesztettek a szíjkarikákba, mindet rendje szerint fölvonva a tiszta vitorlát. És a hajó nehezéket a vízbe kivetve kiléptek, s bölcsesző Alkinosz palotája felé igyekeztek. Oszlopok és a sövény köze megtelt, és az egész ház, hogy gyülekeztek a férfiak, ott volt ifja öregje. Alkinosz pedig áldozatul vágott le 12 szép juhot, és 2 csámpás ökröt, 8 agyaras kant. Megnyúzták, körülállták, s jó lakomát kerítettek. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök, azt, kit a múzsa kegyelt, s akinek jót, s rosszat is osztott, mert elvette szemét, de adott neki mézizű dallást. Most hát Pontonosz vitt néki ezüstszögű széket épp a középre, nagy oszlophoz támasztva a hátát, és felakasztva a szögre az éles hangzatú lantot válla fölé, megmondta a hírnök, mint vegye kézbe, és a dalos mellé remek asztalt és kosarat tett, jó kupa bort is elébe, igyék, ha kívánja a lelke. És ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, hősök híréről késztette dalolni a múzsa Démodokoszt. Dala híre a tágterű égbe hatott el, mert a viszályt Odysseus meg a Péleidész Achilleus közt zengte, miként szivakodtak a dús Isten lakománál szörnyű szavakkal. Örült neki titkon a népfejedelme Atreidész, amért szivakodtak a legjelesebbek, mert erről jósolt egykor neki Phoibosz Apollón isteni Pűtóban, hogy elért oda, kő küszöbére jó szóért, mivel akkor zúdult rájuk a romlás Trósz s Danaoszra először a nagy Zeus rendeletéből. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok. És közben Odysseus nagy bíbor köpenyét fogván fölvonta fejére izmos 2 kézzel, s vele szép arcát betakarta, mert szégyelte, hogy észrevegyék, mint csordul a könnye. És valahányszor a dalt szüntette az isteni dalnok, szétmorzsolta a könnyét, és leereszte a leplet locsantott 2 poharából az égi lakóknak, és mikor ismét dalba fogott az, mert követelte tőle a faják főnök mind, a szavának örülve ő ismét zokogott, betakarva fejét köpenyével. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkinosz maga vette, amint odanézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát evezőt szerető faják főbekhez eképp szólt. Faják főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Eltelt már igaz osztású lakomával a lelkünk, s mely viruló lakomának örökkön társa a lanttal. Most menjünk ki, s a versenyeket próbálni siessük mindet. Hadd mondhassa el otthon majd ez a vendég rögtön, amint hazaér, hogyan értünk legkitűnőbben kélni birokras ökölre, szökelni, szaladni a pályán. Így szólt és vezetett. Vendégei mentek utána. Szegre akasztva a hírnök az éles hangzatú lantot, Démodokoszt kézen fogván kivezette a házból, és ugyanarra vezette, amerre siettek a többi faják főnökök is, szemlélni, csodálni a versenyt. Mentek, mint a piacra, utánuk a nagy sokaság kél, számtalan ember, s rendbe fölállt a derék fiatalság. Jött oda Akroneosz, s vele Okyalosz, meg Elatreusz,
Nauteus és Prümneus, s vele Ankialos meg Eretmeus, Ponteus, Proreus, s vele Tón s Anabesineos is, s Amphialos, Polyneos, Tektonides fiú sarja. Jött oda Euryalos, ki a vészes Árészszal egyenlő, és Naubolides, ki a legderekabb termetres alakra népe között, a nyomán gáncs nélküli Laodamasznak. S három gyermeke jött gáncs nélküli Alkinosznak, Laodamas, Halios, meg az isteni szép Klüteneos. És legerőször lábukkal versengtek az ifjak. Korláttól indult a futásuk, s ím az összes ifjú röpült sebesen, porfelleget ütve a síkon. S tiszta nevű Klütoneos lett a futásban az első, mint amilyen szélesre barázdát húzhat az összvér, annyira hagyta le társait, ős úgy ért el a célhoz. Mások a gyötrő birkózással próbálkoztak. Euryalos volt itt, ki legyőzte a bajnokokat mind. Ugrásban pedig Amphialos lett köztük a legjobb, és a koronghajításban Elatreus lett a legelső, Laodamas meg ököllel erős fia Alkinosznak. És miután szívüket versennyel fölvidították, Laodamas szólt hozzájuk fia Alkinosznak. Kérdezzük meg a vendégünket, rajta barátok, érte a versenyhez? Hisz nem hitvány az alakja, combja erős, és lába is az, meg a két keze is fönt, és nyaka izmos, a teste erős. Hisz az ifjú erőnek nincs hiány, csak megtörték a goromba keservek, mert bizony azt mondom, gonoszabban a tengeri vésznél semmi se tudja legyűrni az embert, bármi erős is. Néki meg Euryalos szólt, választ adva szavával. Laodamas, bizony úgy szóltál most, mint ahogy illik, hát te magad hívjad föl, eredj oda, szólj vele tüstént. Hát mikor ezt hallotta, derékfia Alkinosznak ment a középre azonnal, eképpen szólt Odüsszeuszhoz. Rajta te is, vendég atya, kíséreld meg a versenyt, hát ha tanultad a módját. Illik is értened ehhez, mert hisz a férfiúnak mi sem ad több hírt, amíg élhet, mint mi dicsőséget lábbal vagy kézzel elérhet. Rajta tehát védj részt, és a szívedből szórd ki a gondot. Hisz hazatérésed nem lesz már messze, de úgyis vár odalent a hajó, s a legénység készen az útra. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Laodamas, minek is buzdítok szúrva szavakkal? Szívem a gond most jobban tölti be, mint ez a verseny, hisz már jó sokat eltűrtem, s küszködtem elégszer, s köztetek úgy ülök én, hogy vágyódom hazajutni, s kérlelem itt fejedelmeteket, meg a nép sokaságát. Erre meg Euryalos szólt szemtől szembe gyaláztát, idegen. Sosem érhetlek versenyre kiváló férfiúhoz, versenyre, mi van sokféle a földön, inkább sokpadú bárkával siető utazóhoz, bárkások vezetőjéhez, ki csupán haszonért jár, és rakományra ügyel, csak az árut tartja eszében, meg rablott vagyonát. Nem látszol versenyzőnek. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odüsszeusz. Nem helyeset mondtál, idegen. Nyomorultnak látszol. Hát csak nem kap meg mindent, mindenki az égtől, jó alakot, jó észt, s jelesen szólás tudományát. Mert van olyan, ki a földön gyarlóbb külsejű férfi, ám szavait nagy szépséggel koszorúzza az Isten, és mindenki gyönyörrel néz rá, büszke beszéddel szól, de szerényen, s édesen, és kimagaslik a nép közt, s Istennek látják, ha a városon átveszi útját. Másnak alakja pedig vetekedhet az istenekével, csak hogy a szózatait soha kellem nem koszorúzza, mint ahogyan neked is. Kitűnő alakod, kitűnőbbet Isten sem készíthet, azonban bárgyú az elméd. Fölháborgattad kedves kebelemben a lelkem, nem helyeset mondtál, bizony én versenyre erőtlen, mint ahogyan te beszéled, nem vagyok, ám a legelsők közt voltam, hiszem, ifjú erő míg élt a karomban. Most úr rajtam a gond, meg a fájdalom. Annyi keservet tűrtem hősök háborúit,
s a vizek veszedelmét, s még így is sok ezer baj után viadalra kiszállok, mert a szabad szívembe harap, s vele földühítettél. Szólt, s köpenyét lesevetve fölugrott, fogta a vastag diszkoszt, mely nehezebb s hasosabb volt, mint aminőkkel eddig a faják férfiakot versenyt hajítottak. Jól megpörgetvén izmos keze elhajította, zúgva röpült az a kő, lehajoltak a földre az összes fajákok, hosszú, evezős, nagyhírű hajós nép még suhogott, s az a többi jelen túlszállt a kezéből könnyeden elszabadulva. S az útját mérte Athéné férfi alakjában, s azután szót szólva kimondta. Még a vak is tudná idegen, ha körül tapogatná, hogy hol e jel, mert nem vegyül össze a többi jelekkel. Itt látszik legelől, s te e versenyben bizakodhatsz, egy faják se hajíthat idáig, nemhogy előbbre. Így szólt, és megörült a sokat tűrt fényes Odüsszeusz, mert így jó akaró segítőre talált a porondon. És ekkor a fajákokhoz már szelídebben ekép szólt. Ezt érjétek el, ifjak. A legközelebbi dobásnál éppen ilyen távot hajítok vele, vagy jelesebbet. És most mindenki, akit buzdítgat a szíve, a lelke, lépjen elő, mert megharagítottátok a szívem. Rajta, ökölre, birokra, futásra, akárkit a faják nép közül elfogadok, s küzdök vele. Laodamaszt nem. Vendéglátóm ő, s baráttal ugyan kicsatáznék. Mert az a férfiú esztelen ám, és semmire kellő vendéglátóját, aki pár viadalra kihívja így idegen nép közt, maga dolgát rontja csak avval. Más, ha akárki jön, azt nem bánom, s nem vetem én meg, s vágyakozom próbálni erőm szemtől vele szemben. Nem vagyok én hitvány viadalban a földi lakók közt, én a csiszolt íjat fölidegzeni értem igen jól, s emberemet legelőbb lőném ki a rosszakaróknak nagy tömegéből, még ha nagyon sok társam is állna oldalamon, s ugyanúgy célozna a férfi seregre. Senki Filoktétész volt csak jelesebb nyilazásban trójai nép mezején, hol lőttünk nyillal akhályok. Másnál azt mondom, hogy sokkal jobb vagyok ebben, minden búzafogyasztó ember közt a világon. Ám de a hajdaniakkal nem vágynám vetekedni, mint Heraklész volt, s hős Eurytos Oikhaliából, mert nyilazásban ezek vetekedtek az égi lakókkal. Roppant Eurytos elpusztult hamar, és nem is ért meg akkort terveiben, mivel őt lenyilazta Apollón, megharagudva, amért ez a hős nyilazásra kihívta. És Gerejemnél messzebb másnak még nyila sem száll. Csak szaladásban tartok tőle, hogy elhagy az egyik faják, mert csúnyán, szörnyen megtörtem a roppant hullámok tetején, s nem volt a hajómon az úti készlet bőséges, jó tagjaim így kimerültek. Így szólt, és erre azok mind hosszan csöndbe merültek. Csak maga Alkinosz szólt választ adva szavára. De nem mondtál idegen számunkra olyant, ami nem szép, mert a vitézséget mi tiéd bizonyítani vágyol, megharagudva, amiért a porondon e férfi eléd állt s ócsárolt, ahogyan sose szidná harci erényed lelkéből, aki illő szót kijelenteni jól ért. Rajta azonban hallgass most a szavamra, hogy elmond más hősöknek is otthon majd palotádnak ölében, míg feleségeddel lakomázol s gyermekeiddel emlékezve jelességünkre, milyen tudománnyal áldott meg bennünket Zeus atya ősi időktől. Birkózásban, ökölvívásban a legkitűnőbbek nem, de vagyunk a hajózásban, meg a fürge futásban. Mindig az ünnep kedves, a lant mi nekünk, meg a körtánc, tiszta ruhák bőven, s a meleg fürdők, puha ágyak. Rajta, ti táncos fajákok közt legkitűnőbbek, táncra! Szeretteinek hadd mondja el otthon a vendég rögtön, amint hazaér, hogyan értünk legkitűnőbben járni hajóval, inalni, dalolni, dobogni a táncban. S démodokoznak az éles hangzatú lantot, azonnal hozzátok csak elő, valahol bent lesz az a házban. Így szólt isteni Alkinosz,
s már kélt is a hírnök hozni a Vájtlantot palotájából a királynak. És a 9, aki versenyt rendez, azonnal előállt, ők szokták mindig jelesen rendezni a pályát, most földöngölték, szép széles kört kerítettek. Közben a hírnök hozta az éles hangzatú lantot Démodokosznak, az ott a középre vonult, körülötte álltak a fölserdült ifjak, kik a táncba kiválók, s isteni táncban ütötték lábbal a földet. Odysseus lábuk csillámlását nézte, csodálta szívében. Ő meg a húrba kapott, s kezdett is zengeni szépen. Nászra miként lépett Árész, s koszorús Afrodité, Hefaisztosz házában mint ölelőztek először titkon, számos ajándékkal jött az, s kerevetjét szennyezték Hefaisztosznak, s ment ahhoz a hírnök Héliosz, ez jól látta, amint szerelembe vegyültek. Hefaisztosz, mikoron hallotta a lélekevő hírt, ment a kovács műhelybe. Szívében rejtve a rosszat, ülőtalpra nagy üllőt tett, láncot kalapált ki nem szakadót, hogy a két szeretőt ott fogja örökké. És elkészítve a csapdát így, Árészre dühötten ment hálótermébe, ahol szép fekhelye állott. Körben az ágylábakhoz erősítette a csapdát, és a tetőről is számos láncszála szaladt le, mint valamely könnyű pókháló. Látni a boldog égi lakók sem tudták, annyira mesteri mű volt. És miután kerevetje köré kivetette a csapdát, úgy tett, mintha a jól épült Lemnoszba utaznék, mely minden föld közt számára a legszeretettebb. Lesben aranyszabolás Árész sem hasztalan állott, hogy meglátta ügyes Héfaisztoszt útnak eredni, ment széles hírű Héfaisztosz háza ölébe. Vágyva erősen a szép koszorús kütereje szerelmét, Afrodité hazajött épp apjától, a hatalmas nagy Zeusztól, és le is ült. Árész a szobába belépett, átkulcsolta kezét sebesen, szót szólva kimondta, ágyba szívem, gyorsan! Kerevetre feküdve örüljünk, mert nincs itthon Hefaisztosz, de bizony valahol már lép Lemnosz fele, durva beszédű szintiszi néphez. Szólt, mire Afrodité örömest kívánt vele hálni. Végigdőltek az ágyon ketten, rájuk is omlott erre a fortélyos Hefaisztosz mesteri lánca, tagjaikat mozdítani már megemelni se tudták. Végre is átlátták, hogy nincs számukra menekvés. Jött közelükbe a nagy hírű bicegő Hefaisztosz. Még Lemnoszba sem ért, s már fordult vissza az útján, mert őrt állt neki Héliosz, s megmondta, mi történt. Kedves háza felé indult keseregve szívében, ott a küszöbnek előtte megállt, elfogta a vaddű, s rettentő trikkantott mindegyik égi lakóhoz. Zeus atya és boldog, sosemúló égi lakók mind, jertek látni nevetséget, de olyat, mi nem illő engem a sántát, Afrodité, Zeus lánya örökké, hogy megvetse, a veszélyes Árészszal esik szerelembe, mert ő szép, s egyenes lábú, még én nyomoréknak jöttem eként a világra. Ki más oka ennek a bajnak, mint az apám s az anyám, bárcsak sose szültek volna. Hát csak nézzétek, mint fekszenek itt szerelemben, ágyamban, de ha én oda nézek, a kín gyötör engem. Azt hiszem, ők sem akarnak már így fekve maradni, bármi heves szeretők, egy pillanatig sem. A hálást hagynák már, hanem őket a csapdas, a lánc nem ereszti, míg az ajándékot mind vissza nem adja az apja, amit neki nászunkor nyújtottam ez epszemű lányért, mert gyönyörű a leánya, de épp nem fékezi lelkét. Szólt, s ércpadlatú háza felé amazok gyülekeztek. Jött oda föld övezője Poseidon, jött a szerencsét nyújtó Hermeiász, jött a messzeható nagy Apollón. Ám a szemérmetes istennők házukba maradtak. Ők meg az ajtónál álltak, javak osztogatói, és ki nem oltódó nevetésre fakadtak, e boldog istenek ott, meglátva cseles művét a ravasznak.
s volt, aki így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jóra a rossz sose visz. Megfogja a gyorsat a lomha, lám most is megfogta Árészt, Hephaistosz a lassú, őt, aki leggyorsabb valamennyi olimposzi úr közt, ez meg sánta, de érti a cselt. Úgy kell a bujáknak. Ők egymáshoz ilyen szavakat hallatva beszéltek. Herméshez pedig így szólt Zeus fia büszke Apollón. Zeus fia Hermeiász, híradó, javak osztogatója, volna-e kedvede durva bilincsek közt beszorulva együtt hálni az ágyban aranyló Afroditéval? Erre eképpen szólt Argosz megölője a hírnök. Bár csak ekép esnék ez, messzelövő nagy Apollón. Bár háromszor ilyen sok nagy lánc fonna be minket, s istenek és istennők mind néznétek-e dolgot, ám arany Afroditéval hálnék mégis az ágyban. Így szólt, s kélt kacagás a haláltalan égi lakók közt. Ám de Poseidon nem nevetett. Kérlelt a híres művű Hephaistoszt, sürget, hogy oldja föl Árészt. S őt megszólítva ekképp szárnyas szavakat szólt. Old fel, s én megígérem, hogy valamint te kívánod, mindent megfizet illendően a haláltalanok közt. Erre a híres sántító Hephaistosz ekképp szólt. Föld övezője, Poseidon, már erre ne is kérj. Kézbe kezességet nem jóért tartani, nem jó. Hát hogyan is kötnélek téged az égi lakók közt, hogyha Árész elinal, s váltságot nem fizet érte? Erre a föld övezője Poseidon válaszul így szólt. Hephaistosz, ha Árész váltság fizetést kikerülve elszökik innen, a bírságot neked én fizetem meg. Erre a híres sántító Hephaistosz ekképp szólt. Nem lehet, és nem is illik nemmel szólnom a szódra. Így szólott az erős Hephaistosz, elolta bilincsét. S amazok miután a kemény láncból szabadultak, fölpattantak azonnal, Árész trák földre rohant el, és Küproszba suhant a mosoly szerető Afrodité, hol már várta Páfoszban Berke s az illatos oltár. S ott káriszok fürdették, kenték drága olajjal, mely dúsan díszít nemenyésző isteni népet, s ráadták gyönyörű szép öltönyeit. Csoda látni. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok. És közben Odüsszeusz még hallgatta, örült a szívében, s véle a többi faják is, hosszú evezős, nagyhírű hajós nép. Alkinosz Haliosznak szólt, és Laodamasznak, hogy táncoljanak ők, kikkel ki se tud vetekedni. És miután gyönyörű labdát vettek tenyerükbe bíborszínűt, mely Polybosznak mesteri műve, egyikük árnyas fellegekig hajította a labdát hátrahajolva, a másik a földről szökve magasba, lába sem érte a földet még, s elkapta meg újra. Már a magasba vetést ügyesen bemutatták, akkor már táncolva a termő földön a labdát egymásnak sebesen dobták, míg körben az ifjak mind ütemet vertek, dobogó zaja szállt a magasba. Alkinoszhoz ekképp szólt ekkor a bajnok Odüsszeusz. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Büszkén mondtad imént, hogy a táncait kitűnőek, s íme be is bizonyult, ha tekintem, a bámulat elfog, szólt, s Alkinosz megörült neki szent erejével, hát evezőt szerető faják főbbekhez ekképp szólt. Faják, főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Én bizony úgy látom, hogy a vendégünk nagyon elmés. Rajta ajándékozzuk meg hát úgy, ahogy illik. Mert hisz a népünk közt itt élve, fölötte 12 büszke király vezető, de 13 velem együtt, hát közülünk kiki tiszta mosott köpenyeggel egy inget hozzon elő, s egy drága talentum színaranyat még. Hozzuk elő mind gyorsan, hogy megkapja a vendég, s így térhessen vacsorázni örülve szívében. Euryalus pedig őt most engesztelje ki szóval, és adjon ajándékot, mert nem szólt úgy, ahogy illik. Szólt, s a beszédét mind helyeselték, s így cselekedtek, és az ajándékért híradót küldött valamennyi
Euryalusz pedig így szólt, választ adva a szóra. Alkínosz nagyurunk, népünknek legjelesebbje, én bizony engesztelni fogom, valamint te kívánod. Jó érckardot adok neki, markolatát színezüstből készítették, és frissen faragott elefántcsont csík kanyarok hüvején, sose fogja kevésre becsülni. Ezt mondván odaadta kezébe ezüstszögű kardját, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Üdvözlégy, vendégatya! Számról, hogyha gorombaszó röppent el, a szélviarok hordják tova innen. S néked az istenek adják, hogy meglásd feleséget, s érj haza, hisz rég gyötrődsz távol a kedveseittől. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Kedvesem, üdvözlégy te is, áldás érjen az égtől, és soha már ezután ne legyen szükségedek kardra, amit nekem adtál, míg engeszteltél szavaiddal. Így szólt, s vállára kötötte ezüstszögű kardját, és hogy a nap lebukott, ott volt a sok ékes ajándék, s a vitéz híradók a királyházába bevitték, átvették fiúsarjai Alkinosznak az ékes holmikat, és tisztelt anyjuk mellé oda tették. S Alkinosz bevezette a népet szent erejével, jöttek hát, s oda benne magas székekre leültek. Végre is Arétéhoz eként szólt Alkinosz hős. Jöjj ide, asszony, hozz szép ládát, legkitűnőbbet, s rakd bele abba tiszta, mosott köpenyeggel az inget. És ti vizet melegítsetek, üstöttéve a tűzre, hogy fürdőt vegyen, s megnézze az itt heverő sok szép holmit, faják nemesek neki szánt adományát, s étkeket élvezzen, hallgassa a dalt meg a lantot. Én magam íme adok gyönyörű szép kejhet aranyból néki, hogy emlékezzék mindig rám, mikor otthon bortlot csantott Zeusnak, meg a többi nagy égi lakónak. Így szólt. Arété meg a szolgálókra parancsolt, hogy nagy háromlábas edényt tegyenek föl a tűzre, ők fürdőöntő nagy edényt tettek föl a lángra, és vizet öntöttek bele, fát gyújtottak alatta. Lángok közt melegült az edény hasa, benne a víz is. Közben a vendégnek ládát hozatott a királynő, hálójából szépet, a szép holmit beletette, mind a ruhát, aranyat, faják vezetők adományát, s ő maga rakta be még ama szép köpenyeggel az inget, és megszólította a hőst, szárnyas szavakat szólt. Nézz a födélre magad, s rá gyorsan közd a csomódat, hogy még ez vagy amaz ki ne fosszon, míg te az édes álom ölében fekve suhansz tova barna hajónkon. Meghallgatta a szót a sokat tűrt isteni férfi, és elzárta fedéllel a ládát, rá bonyolultan kötve csomót, ahogyan Kirké tanította az úrnő. S még ott helyben a jó gazdasszony fürdeni hívta őt, hogy lépjen a kádba, örömmel látta a forró fürdőt, mert sok része a gondosságban azóta, hogy szép fürtű Kalipszótól tovament nemigen volt, míg ott istenként szakadatlan kényelem óvta. Szolgálók fürdették most, s kenték meg olajjal, adtak rá gyönyörű inget meg drága palástot. És hogy a kádból szállt ki, a bent borozó mulatókhoz ment. És Nausziká, ki az égtől kapta a báját, mesteri mívű tető pillére tövében amott állt, s elbámulva csodálta Odüsszeuszt, látva szemével és őt megszólítva, ilyen szárnyas szavakat szólt. Üdvözlégy, idegen, hogy majdan az otthoni földön emlékez én rám, akinek hálád legelőbb jár. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Nausziká, lány sarja a hős szívű Alkinosznak, bár így adná Zeus, héré dörgő szavú férje, otthonom a csazatértem napját látnom, elérnem. Hozzád ott is, akár Istenhez, aként könyörögnék mindenkor, te leány, hisz az éltem vissza te adtad. Szólt, és Alkinosz mellé ült ekkor a trónra, s már azok étkeket osztottak, meg a bort vegyítették. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök Démodokoszt, kit a nép tisztelt,
ültette közébük épp a középre, nagy oszlophoz támasztva a hátát, így szólt ekkora hírnökhöz, leleményes Odysseus háthúsból kanyarítva maradt még több a gerincen, hófogó disznóhúsából, mint a zsír beborított. Hírnök, vedd csak-e húst, és vidd oda Démodokosznak, hadd egye meg, s őt üdvözlöm most, bárha busongok, mert hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat jár valamennyi halandótól, minden dalos embert múzsa tanított dalra, hisz annyira kedveli törzsük. Így szólt. S vitte a hírnök a húst, odatta a bajnok Démodokosznak, az át is vette örülve szívében, s ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat Démodokoszhoz eképpen szólt leleményes Odysseus. Démodokosz, mindenki fölött dicsérlek erősen. Tán Zeus lánya a múzsa tanított, így vagy Apollon, oly szép rendben mondod a dalt az akháj seregeknek sorsáról. Mit tettek, tűrtek, hogy hadakoztak, mint aki köztük volt, vagy mástól tudja a hírét. Rajta a szót másról kezd most. Zeng dalt a falóról, melyet Epeiosz készített, s vele Pallas Athéné, és melyet a felső várba cselével a fényes Odysseus vitt, tele harcossal, s feldulták isteni Tróját. Hogyha te ezt nekem elsorolod most, mind, ahogy illik, én valamennyi halandónak hirdetni fogom, hogy isteni dalt mi nagy készséggel adott neked Isten. Szólt, s az az Istennel megtelve, a dalt bemutatta onnan fogva, miként vágtak sok jópadú gáján útnak az argosziak, tüzet is hogy dobtak a tábor sátraira, s mások már ültek a híres Odysseus mellett rejtőzködve a lóban a trójai téren, mert is a trójaiak vonszolták azt fel a várba. Ott állt hát a faló, körülötte zavart fecsegéssel ültek a trószok. A szándékuk három fele oszlott. Vagy hegyes érccel a ló üregét átütni azonnal, vagy fölvonni a csúcsra, lelökni a sziklatetőről, vagy bűvös bálványként adni az égi lakóknak. Végül is ennek kellett mennie teljesedésbe, végzete volt ugyanis, hogy vesszen Trója, ha egyszer ezt a lovat befogadta, amelyben a legderekabbak ültek, csúnya halált és vészt víve a trójaiakra. Zengte, hogyan dulták fel a várat a harcos akhályok, leshelyük öblét elhagyták, kizúdultak a lóból, és elzengte, ki hol rombolta a vár meredélyét, és Deifóbosz házához mint tört bajnok Odysseus, mint maga Árész, s véle az isteni hős Menelaosz. Legszörnyűbb harcot mondotta, hogy ott indított, s győzött, mert nagylelkű Athéné megsegítette. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok. S közben Odysseus olvadozott, s szemehéje alól könny mosta az arcát. Mint ahogy asszony sír, szeretett férjére borulva, mert elesett ez a város népe előtt viadalban, szörnyűségek napja elől védvén az övéit, látja a nő, hogy haldoklik vonagolva a porban, ráomol éles nagy zokogással, s közben a síró hátát és vállát gerelyekkel ütik, s viszik is már rút rabságba, ahol robot és síralom csak a része és orcája a legnyomorultabb kínban enyészik. Így ejtett a szemölgye alól búskönnyet Odysseus. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkínosz maga vette, amint odanézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát evezőt szerető faják főbbekhez ekép szólt. Faják főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Démodokosz tegye már le az éles hangzatú lantot, mert lám nem mindenki örül, hogy ilyen dala hangzik. Mert amióta eszünk, s ezt zengi az isteni dalnok, vendégünk nem hagy fel a fájdalmas zokogással, mert az erős bánat bizonyára körülveszi lelkét. Hát hallgasson a lant, inkább minnyájan örüljünk, háziak és vendég, sokkal szebb, hogyha ez így van, mert is a tisztelt vendégért rendeztük. Övé mind búcsú kíséret ajándék, mit szeretettel adunk most, mert mint testvérét úgy tartja
az oltalom esdőt, és idegent mindenki, kinek csak csöpp esze is van. Éppen ezért te se rejtsd fortélyos gondolatokkal azt, amiről kérdezlek, sokkal szebb, ha kimondod. Áruld el nevedet, min apád meg anyád szava hívott, és kik a városodat lakják, és körülötte lakoznak. Mert olyan ember nincs, akinek neve semmi ne volna, sem hitvány, se nemes, miután már megszületett, mert néki, ha megszülték a szülők, nevet adnak azonnal. Mondd meg a városod is, hol van, hol a földed, a néped, hadd tudják az eszes bárkák, hova hordjanak innen. Tudd meg, a faják bárkáknak kormányosa nincsen, kormányrúdjuk sincs, amilyen van a többi hajókon, mert maguk is tudják, hova vágyik jutni az ember. És minden nép városait, gazdag legelőit ismerik, és sebesen vágtatnak a sós vizek árján át felhőbe, ködökbe takartan. Bennük ugyan nincs félelem attól, hogy végük lesz, vészbe kerülnek. Csak hogy apámtól, Nausitóztól egykoron én úgy hallottam, hogy már haragos népünkre Pozeidon, mert mindenkit olyan biztonságban hazahordunk. Mondta, hogy egykor a fajákok szép művű hajóját, míg a kíséretről hazatartoz a kötszínű áron, széttöri és elzárja hatalmas heggyel a várost. Így jósolt az öreg. És ezt vagy véghez viszi Isten, vagy végzetlen hagyja, ahogy kívánja a lelke. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Merre bolyongtál már, mi népek földjeit érted, útadon el mi népes városokat, lakozókat? Mind vadak és durvák, törvénnyel mit se törődők voltak? Vagy vendégszeretők és Isten imádók? S áruld el, miért sírsz a szívedben erős zokogással, Argosziaknak meg Trójának halva a sorsát? Ezt bíz az istenek intézték így, szőve a vészt a földi lakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben. Tán szeretett rokonot pusztult el Trója tövében, vőd vagy apósod? Mert ezeket tartjuk szeretetben kis hián úgy, mint fajtánk beli vérrokonunkat. Vagy tán egy szeretett társad, ki a szívedet érti, mert számunkra az édes testvérnél se silányabb az, ki derék társunk, s okosan tud bánni mi vélünk. 9. ének. Odysseus elbeszéli kalandjait Alkinosznak, Küklopeja. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Lám igazán szép is hallgatni az így dalos embert, mint ez, hangjával ki hasonlatos isteneinkhez. Mert bizony azt mondom, hogy nincs is kellemesebb, mint hogyha egész népet tölt el széltében a jókedv, s végig a házban a vendégek dalnokra figyelnek, míg ülnek sorban, mellettük dúsan az asztal rakva kenyérrel meg hússal, s meregetve a színbort, körben hordja a töltögető, s poharukba betölti. Elmémben bizony én ezt látom a leggyönyörűbbnek. Lelked azonban az én keserű bajaimra figyelt föl, s kérdez, hogy csak még jobban nyöszörögve zokogjak. Mit mondjak legelőször néked, mit legutolszor, mert hisz olyan sok kint bajt mértek az égi lakók rám. Hát legelőbb nevemet mondom meg, hogy ti is aztán tudjátok, s hogy majd, ha halálom napja le nem sújt, fűzzön is egybe barátság, bármi messze a házam. Én Odysseus, Laertés sarja vagyok, ki ezernyi cselről elhírhettem, a hírem fölhat az égig. Messzire látszó szép Itakát lakom, ott van a lombos Nériton kimagasló orma, körötte igen sok más népes sziget, egymásnak szorosan közelében, Dulikion, Számé, meg az erdős hátú Zakynthos. Míg Itaké laposan legföntebb fekszik a vízben, néz a homályba, azok meg a napba, s a hajnali tájba. Sziklás mégis erős fiakat nevel. Én sose tudnék mást, ami inkább édes a szívnek látni hazámnál.
mert hisz tartott vissza Kalipszó, isteni asszony, barlang öblös ölén, mivel áhított az urául. És ugyanúgy kirkés vissza a termei mélyén. Ajájé cseles asszonya áhítván az urául, csak hogy az én szívemet kebelemben meg nem igézték. Ennyire nincs, ami inkább édes, mint a hazája és a szülői az embernek, még hogyha akármely dúsházat lakik is más földön, messze azoktól. Rajta viszontagságos utam, hadd mondom el immár, mit Zeus mért rám, hogy Trójából útnak eredtem. Ilion aljáról a Kikón nép Iszmaroszához vitt el a szél. Azt földultam, leölettem a népét, onnan az asszonyokat sok kincset kézre kerítve osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék. Majd az enyéimet intettem, hogy fürge inakkal fussunk, csak hogy a balgatagok nem ügyeltek a szóra. Sok bor folyt le a torkukon, és sok-sok juhot öltek, sok csámpáslábús járású ökröt a parton, s átkiabáltak a megmenekült Kikonok Kikonoknak közben, akik szomszédosak, és többek, s derekabbak, szárazföldi lakók jól értik a harci szekérről vívni a küzdelmet, s értik gyalog is, ha gyalog kell. Jöttek ezek, mint jó a levél a virág, ha tavaszkél hajnalban, s ekkor Zeus csúfos végzete sújtott bennünket, nyomorultakat, és nagy bajba jutottunk. Rendbe fölállva csatát ott vívtak a fürge hajóknál, egymást érchegyű láncsákkal haigáltuk erősen. Míg reggel volt még, és nőtt szent fénye a napnak, védve magunkat a többség ellen is álltuk a harcot. Ám mikor Éliosz hajlott a tulok kifogásra, megtörték az akhályokat ők, és hátra is űzték. Bárkánként 6 jólábvértes társam esett el, míg mi a rossz sorstól s a haláltól megmenekültünk. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. Mégis arányos bárkáim nem szálltak előbb, míg 3 néven nem szólítottuk a társak mindegyikét, aki ott elesett a Kikón csatasíkon. Sküldtereánk Bóreászt felhőket torlaszoló Zeus, vészes szörnyű viharral, a felhőkkel betakarta együtt a földeket és vizeket, és éj szállt le az égből. Orral dőlve haladtak a bárkák, és a vitorlák 3-4 részre szakadtak a szél erejétől. Hát a hajókba behúztuk a vásznakat, és a hajókat, félve halálunktól, sebesen húztuk ki a partra. Ott 2 éjjelen és napon egyfolytában maradtunk, míg lelkünket a fáradtság meg a fájdalom ette. Ám hogy a 3. meghozta a szép hajú hajnal, árbocot állítottunk és fölvontuk a vásznat, ültünk, szél és kormányos vitték csak a bárkát. Most azután sértetlenül értem volna hazámba, csak hogy amint fordultam ez útra, Maleia fokánál messze kütérétől űzött Bóreász meg a hullám. Hosszú 9 napon át hányottam a szörnyű viharban sok halú tengeren át. 10. nap végre elértünk partja elé a virágot rágó lótuszevőknek. Ott szárazra kiléptünk, és vizet is merítettünk, majd lakomához láttak a társak a fürge hajóknál. És miután jól laktunk mind étellel, itallal, akkor a társaimat küldtem, hogy megtudakolják, hogy mi búzafogyasztó férfiak élnek-e földön. 2 embert kiszemeltem, a hírnök 3. ment. Mentek, s elkeveredtek azonnal a lótuszevőkkel, kik nem terveztek számukra gonosz veszedelmet, ám te megízleltették velük a jóízű lótuszt. És közülük ki a mézédes termést meg is ette, már nem akart hírt adni nekünk, nem akart hazatérni, ott kívánt az örökre maradni a lótuszevőknél. Egyre a lótuszt szedni, feledve a szép hazatérést. Őket sírtak bár, a hajóra vezettem erővel, és evezőpad alá lekötöztem a görbehajókon. Többi deréktársamnak utána parancsomat adtam, hogy mind szálljon a fürgehajókra sietve, nehogy még más is egyék közülük lótuszt, s hazatérni feledjen. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorba leülve,
az ősztengert evezőkkel ütötték. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben. Störvény nélküli döjfös küklapsz nép mezejére ért a hajónk, kik a nem múló örök égi lakókban bízva kezükkel nem szoktak soha szántani vetni, s minden megterem ott, noha földbe nem ülteti senki, búza meg árpas, a szőlő is, mely a nagyszemű fürdből adja a bort, és Zeus zivatarja növeszti a termést. Megszentelt törvényük nincs, gyűlésbe se járnak. Laknak az égbe nyúló ormok meredek tetejében, mélyölű barlangban, störvényt magalát kiki sarja és felesége fölött egymással mit se törődnek. Elterül egy csalitos sziget ott. Épp szemben a Kyklopsz föld kikötőjével, nem távol, s nem közelében. Erdős. Vadkecskék lakják azt sűrű sereggel, mert hiszen emberi járkálás soha nem riogatja, és sosem űzi vadász őket, ki a rengeteg erdőn tűri a fáradtságot, a hegy tetejét kikutatva. Nincs-e szigetnek szántóföldje se, nincs legelője, szántatlan, bevetetlen fekszik minden időben, embertől özvegy mekegő kecskéket etett csak. Mert hisz a küklapszoknak nincs vörös arcú hajójuk, és ácsmestereik sem akadnak jó evezőjű gáját elkészíteni, melyel az ő ügyeikben más városba elérjenek, úgy, mint szoktak a népek járni a tengeren át egymáshoz a fürge hajókkal, kik mivelhetnék-e sziget mezejét virulóra. Mert hisz nem hitvány, mindent meghozna időben. Ott a fehérhabú vízpartjára simulnak a rétek, nedvesek és lágyak, sose fogynak ki onnan a szőlő. Van sima föld, szántásra való, hol a nagyszemű termés érne időben, is nagyon is termékeny a földje. Jó kikötő is akad, hol nincs kötelékre se szükség, és dobni koloncot, tatkötelet lekötözni sosem kell. Partnak ütődve maradni lehet, míg kedv a hajósban nem kell útnak eredni, s a jó szél újra nem indul. Ott az öböl partján szép tisztán csurran a forrás. Barlangból fut a víz, körülötte virulnak a nyárfák. Hát odaért a hajónk, valamely Isten vezetettán át a sötét éjen, hisz nem láthattuk a földet, mert a hajót mély köd burkolta körül, s odaföntről nem ragyogott le a hold, betakarta egészen a felhő. Ott e sziget földjét nem pillantotta meg egy sem, észre se vettük a part fele hömpölygő sok igen nagy hullámot, míg bárkáink nem ütöttek a partnak. Bárkáink kiszaladtak a partra, bevontuk a vásznat, s mi magunk léptünk ki a tenger torlata mellett, elszunnyadtunk, s így vártuk be az isteni hajnalt. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, szerte a szép szigeten jártunk, bámulva bolyongtunk, s nimfák, pajzsos Zeus lánysarjai sok hegyi kecskét űztek elénk, hogy a társak tudjanak ott lakomázni. Hosszú nyelű dárdát hoztunk hamarost a hajókról, s hajlott íjat, s három részre oszolva vadásztunk rájuk, a bőséges zsákmányt meg is adta az Isten. Bárka 12 követett, és mindegyiküknek osztva 9 kecskét, nékem 10-et is kiszemeltek. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézizű színbort, mert a hajókról nem fogyván ki a drága vörösbor bőven akadt, hisz a korsokban tettünk elegendőt félre, Kikónok szent várát, mikor elfoglaltuk. És átláttunk a közel Kyklopsz földekre, a füstre hangjukat és a juhok kecskék hangját idehalva. Végre, mikor lebukott a nap és eljött a sötétség, mind lepihentünk sorban a tenger torlata mellett. Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, gyűlést rendeztem, s így szóltam mindegyikükhöz. Várjatok itt minnyájan, kedves többi barátom, s én ez alatt majd bárkámmal meg az embereimmel átmegyek azt megtudni, hogy ott milyen emberek élnek. Döjfösseké, vadaké, törvénnyel mit se törődök, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten.
így szóltam, ságván a hajóra parancsot is adtam, társaim oldják el, fölszállva a tatköteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorba leülve, az ősztengert evezőkkel ütötték. És mikor azt a közelben fekvő földet elértük, barlangot láttunk meg a szélén, víz közelében jó magasat, repkény borította. Ölében a nagy nyáj szunnyadozott éjjel juhok és kecskék, körülötte földbeütött sziklákból állt meredek kerítése, s hajkoronás nagy tölgyekből és hosszú fenyőkből. Benne aludt az az óriás férfi, ki félrevonulva egymaga őrizgette a nyáját, nem közeledve másokhoz külön élt, s értette lenézni a törvényt. Roppant termetű szörny. Nem olyan, mint búzafogyasztó férfi, hanem mint erdős, hegycsúcs, égbe magasló bércek legtetején, mely a többi fölött kimagaslik. Ekkor a többi nagyon szeretett társ kapta parancsom. Várjon a bárkánál Mireánk, s őrizze a bárkát. Én magam indultam tüstént, kiszemelve 12 legderekabb társat, s bőrtömlőt töltve meg édes éjszínű borral, amit nekem Euantész fia nyújtott, Phoibos papja Maron, Phoibos volt Ismaros őre, mert megkíméltük feleségét és a fiács őt félve az Istentől. Phoibos lombos ligetében élt ugyanis. Ragyogó sok kincset adott nekem akkor, adta remekművű aranyát, 7 drága talentum volt ez, s még színezüst vegyítőt is adott, azután meg jól megtöltve 12 korsót édes itallal, isteni színborral, s otthon nem tudta se szolga, szolgaleány sem, hogy van-e bor, csak is ő maga kedves hitvese, s még egyetlen gazdasszony a házban. S hogyha egy mézédes, rőd borból inni akartak, egy kelyhet töltött tele, 20 mérték vizet öntött rá, és isteni édes jószak szállt a vödörből, nem lett volna bizony jó tartózkodni ilyenkor. Ebből vittem a nagy teli tömlőt, s útravalót is egy zsákban, mert hős lelkem sejtette előre, hogy szilaj ember jön, nagy erő vértjével övezve, és sem igazságot, sem törvényt nem tud a szíve. Gyorsan elértük a barlangot, nem leltük azonban bent őt, mert a kövér nyájat kísérte a réten. Mindent megnéztünk, miután az üregbe beléptünk. Ott aszalók rogyadoztak a sajttól, sok gödőjének báránynak szűk volt az akolmár, s elkülönítve állt az öregje, s már megnőttek, máshova zárva, és külön álltak a most ellettek. Telve savóval minden edény kiskát sajtár, miben fejni szokott ő. Ott legelőször is engem kértek szóval a társak, hogy vigyük el sajtját, forduljunk vissza, s utána gyorsan a fürgehajókra vezetve a sok gödőjét és bárányt aklukból hasogassuk a sós vizet újra. S én, noha jobb lett volna bizony, nem ügyeltem a szóra, mert őt látni akartam, s azt, hogy ajándokot áde. Jaj, nem volt kedves, mikor eljött embereimhez. Ott tüzet is gyújtván áldoztunk, majd mi magunk is hozzálátva a sajtból ettünk, s ülve bevártuk ott benn, míg hazajött a juhokkal. Hozta a súlyos terhet, a száraz fát, hogy azon főzhesse az ételt. Majd az üreg földjére ledobta goromba robajjal, s mi remegve behúzódtunk az üreg zugolyába. Most a kövér nyája tág a barlangjába terelte mindet, ahányat fejni szokott, de a hímeket ottkin hagyta kerítés közt, a bakot meg a kost valamennyit. Majd elzárta a nyílást roppant kővel, amelyet jól a magasba emelt, de 22 négykerekű, jó földi szekér sem mozdítanál amaszt a helyéből, így roppant meredek sziklával zárta a nyílást. Végre leült mekegő kecskeit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. Erre megaltatván a felét a fehér színű tejnek átsajtolta, s a túrót font kosarakba helyezte, és a felét öntötte edénybe, hogy innivalója, hogyha kívánja legyen, s vacsorához, hogy legyen ott benn. S miután buzgolkodván befejezte a dolgát, végre tüzet gyújtott, meglátott, s kérteni kezdett. Kik vagytok? Merről járjátok a tengeri ösvényt? Dolgotok is van-e, vagy csak amúgy vaktába bolyongtok, mint a kalóz népség, mely a sósvizen erre meg arra lelkét kockáztatja, s a többi hajósra veszélyt hoz?
Így szólt, és elakadt kedves szívünk dobogása, mert az erős mély hang meg a roppant termet ijesztett. Így is választattam azonban szólva szavakkal. Trója alól idevetve bolyongunk erre akhályok, tágtenger tajtéka fölött a szelek dühe üldöz. Vágyakozunk hazajutni, de más-más útra kerültünk mindnyájan, mert Zeus bizonyára eképpen akarta. Atreides Agamemnonnak hadinépe vagyunk mi, valljuk. Az égnek alatta a legtöbb hír az övé most. Akkora város dúlt ugyanis föl, népet is annyit pusztított el. S most a te térded elé ideértünk, hát ha te megvendégelsz, vagy tán még ezen is túl, adsz oly kincset, mit vendégnek az ősi szokás oszt. Tiszteld isteneink, te derék, oltalmad esengjük, mert az esengőt s vendéget vendégszerető Zeus védi, a tisztes vándort ő kíséri az útján. Azt mondtam, de kegyetlen szívvel azonnal ekképp szólt. Ostoba vagy vendég, vagy messziről érkezhettél. Azt akarod, hogy az isteneket tisztelve remegjem? Tudd meg, a küklapszok Zeusszal csöppet se törődnek, más istennel sem, mert sokkal több a hatalmunk. Zeus mérgétől tartva bizony sose kímélnélek téged, s társaidat, ha nem indít erre a lelkem. Mondd meg azonban, hol tartod jóművű hajódat, messze a parton vagy közelemben, hadd tudom én is. Szólt puhatolva, de bölcs eszemet nem tudta becsapni, és újra csak így szóltam hozzá csavaros szavaimmal. Bárkámat széttörte a földrázója Poseidon, mert szirtekre vetette a földetek oldala mellett, sziklafokokra sodorva. A szél odaűzte a vízről, én meg a társakkal kikerültem a végveszedelmet. Ezt mondtam. De kegyetlen szívvel mit se felelt, ő csak fölugorva a társak után a kezét kivetette, egybefogott kettőt, s valamint kutyakölyköt a földhöz verte. Az agyvelejük kiömölt, áztatta a földet. S készített vacsorát testünk szétszelve tagonként, s mint a hegyekben nőtt vad oroszlán mit se hagyott meg, ette a húsukat és belüket s a velővel a csontot. Sírva kinyújtottuk Zeushoz kezeinket a szörnyű látványnál, s tehetetlenség nyűgözte le lelkünk. Szörnyű hasát miután így megtöltötte a küklapsz, és le is öblítette az emberhús sűrű tejjel, barlangjának ölén lehevert, elnyúlva a nyáj közt. Őt bizony én nagy lelkű szívemben akartam erősen, hozzálépve s a combom mellől rántva ki kardom, melle alatt átszúrni, hol izmai közt van a mája, kézzel előbb kitapintva. De volt, ami visszariasztott. Mert vele kellett volna nekünk is hullni a vészbe, mert hiszen úgy sem tudtuk volna kezünkkel a roppant nagykövet arrébb lökni a nyílásról, hova tette. Akkor hát nyöszörögve bevártuk az isteni hajnalt, és hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, ő tüzet élesztett, megfejte a nagy hírű nyájat, mindegyikét rendben, s kicsinyét odaküldte alája. És miután buzgolkodván befejezte a dolgát, markolt egybe megint két embert reggeliéhez, reggelizett, s a kövér nyájat kiterelte utána barlangjából, könnyeden elmozdítva a sziklát, aztán vissza, miként ha tegezre fedőt tesz az ember. Sűrűn füttyentgetve a hegyre terelte a küklopsz nagy nyáját, vadtervet főzve maradtam a mélyben, tán sikerül bosszunk, s diadalt ad nékem Athéné. És ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Ott az akol közelébe hevert neki szörnyű dorongja, egy még zöld, nagy olajfa dorong. Ezt vágta ki, hogyha száraz lesz majd hordja. Mi jól megnéztük. Olyan volt, mint amilyen nagy az árbóca széles barna hajónak, húszevezősnek, mely terhével járja a tengert, szemre a vastagsága, s a hossza is éppen ilyen volt. Hát odaléptem, jó ölnyit vágtam le belőle, és odaadtam, hogy meghántsák emberimnek. Ők símára faragták, én kihegyeztem a végét, mellé állva utána tüzessé tettem a lángon. Majd pedig elrejtettem szépen a trágyahalomban, melyből barlangjában elég volt itt is, amott is,
Hívtam a többieket, hogy sorsot vessenek, ekkor s döntsék el, ki legyen, ki velem fölemelje a nyársat, és bátran beledöfje szemébe, ha édesen alszik. Sors pedig éppen azokra esett, kiket úgy is akartam, négyre, magam számoltam hozzá még ötödiknek. Este felé megjött szép, gyapjas nyájjal a küklapsz, tágölű barlangjába terelte azonnal a nyájat, és odakint egyet se hagyott a magas kerítés közt. Vagy sejtett valamit, vagy eként rendelte az Isten. Majd meg a sziklát visszahelyezte, magasra emelve, és odaült mekegő kecskeit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. És miután buzgolkodván befejezte a dolgát, markolt egybe megint kettőt, s látott vacsorához. Ekkor a küklapszhoz közel álltam, szóltam eképpen, éjszínű borral telt nagy kancsót tartva kezemben. Küklapsz, nézz ide! Idd meg az emberhúsra a bort is, hogy megtudd, milyen édes ital volt barna hajónkban. Áldozatot hoztam neked ebből, megkönyörülsztán és hazaküldesz még, de te örjöngsz, tűrni se tudjuk. Mondd te, gonosz, lesz még, aki ember lakta vidékről jönni kíván hozzád, hisz nem helyesen cselekedtél. Ezt mondtam. S átvette, megitta, örült neki szörnyen, itta az édes italt, s aztán kért újra belőle. Adj még jó szívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél. Mert hozak küklapszok dús földje a nagyszemű fürdből bort szintén, és Zeus zivatarja növeszti a termést, csak hogy ez itt nektárnak csöpje, meg ambrósziának. Így szólt, én meg a lángszínű bort adtam neki újra, adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán, majd miután az agyát az ital már elborította, válaszomat mézes szókkal neki adtam eképpen. Küklopsz, kérdezted híres nevemet, nosz a halljad, megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted. Senki se, ez nevem, így hívnak, hogy senki se, otthon édesanyám meg apám és minden többi barátom. Ezt mondtam, de kegyetlen szívvel azonnal ekép szólt. Senki se lesz, itt utolszor eszek meg a társai közt én, mind ama többit előbb. Nesze hát, ez lesz az ajándék. Szólt és megbillent ezután. Hátára hanyatocs elnyúlt félreszegett nyakkal. Mindent leigázó álom nyomt el őt, gégéjén dőlt ki a sok bors emberhús darabok, s ökrendett kábulatában. Ekkor a nyársat fogtam, a sűrű parázsba benyomtam, hadd tüzesedjék meg. Szavaimmal a társakat is mind bíztattam, nehogy egy megijedjen s visszavonuljon, s amidőn már-már lánggal lobbant az olajnyárs, bármi zöld volt még, és már félelmesen izzott, akkor a tűzből én odavittem. Körben a társak álltak, az istenség nagy merszet fújt kebelünkbe. Ők fogták a hegyes végű nagy olajfadorongot, és a szemébe ütötték. Én nekidőlve fölülről forgattam, valamint ha hajófát fúr ki az ember, fúróval, s mások meg alulról húzva a szíjat, pörgetik erre meg arra a fúrót, s az forog egyre. Fogva szemében ekép forgattuk az áttüzesített nyársat, s még melegen forgott, körülötte a vér folyt. Szétperzselte egész szemehéját és a szemöldjét, gőze az égő szemnek, sistergett szemegödre. Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas, néki olajfadorong körül, úgy sziszegett szeme akkor. Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla, visszafutottunk megrémülve, kitépte szeméből vértől elborított nyársunkat azonnal a küklapsz, és azután hadonászva kezével messzire dobta. S küklapsz társaihoz felüvöltött, kik körülötte laktak a szellős csúcsok alatt barlangok ölében. Hallották a kiáltást, jöttek is innen, amonnan, és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte. Hát mi baj ért, Polüfémosz, mondd, hogy eképpen üvöltesz ambrósziás éjben, s tőlünk elorosztad az álmot. Csak nem akarja talán rabló elhajtani nyájad, vagy pedig elpusztítani téged csellel, erővel.
Néki a barlangból így szólt az erős Polüfémosz. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal. Már ha magad vagy egészen, s nem bánt senki erővel, Zeusztól jő nyavaját, kikerülni bíz azt lehetetlen. Rajta tehát könyörög te Poszeidaonhoz, apádhoz. Szóltak, stávoztak. Nevetett örömében a szívem, hogy rászette a név őket, meg nagyszerű eszmém. Nyögve a küklapsz, s kínjai közt kínlódva, a sziklát két kézzel tapogatva a nyílástól elemelte, ő maga szétterjesztve kezét odaült a küszöbre, hogy valakit megfogjon, amint az lép ki a nyájjal. Lám ő ennyire balgának hitt engem eszében. Csak hogy azon töprengtem, hogy mint lehetne a legjobb, hát ha lelek számukra menekvést még a halálból, csel nem akad sem terv, mire nem gondoltam, az éltünk kellett mentenem, és a veszély fenyegetve közelgett. Hát ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Voltak a barlangban kosok is, sűrű gyapjú kövérek, szép nagy termetűek, hordtak violás színű bundát. Hát ezeket jól font vesszőkkel, amelyeken álmát szokta aludni a vadszívű óriás, egybekötöttem hármanként csöndben, s egy-egy embert vitt a középső, kettő két oldalt lépdelt, hogy a társaim óvja. Egy embert három kos hordott. S én magam ekkor, mert volt ott egy kos, mindjénél sokkal erősebb, ennek a hátát fogtam meg, s gyapjas hasa alján függeszkedtem, a két kezemet becsavarva erősen isteni gyapjába, s csüngtem roppant türelemmel. Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni hajnalt. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, akkor a hímek mind kirohantak a jó legelőre, meg nem fejten a nőstények bégettek az aklok mellett, mert tőgyük kifeszült. Gyötrődve a gazda kínjai közt, a juhok hátát végig tapogatta sorban, amint álltak, s nem vette a balgatag észre, hogy gyapjas hasukon csüng mind odakötve a társam. Hát közülük legutolszor a kos lépdelt ki az ajtón, gyapja lehúzta, de én is, az elmés terv kisütője. Megtapogatta, s eképpen szólt az erős Polüfémosz. Drága kosom, miért is mégy most ki utolszor a nyáj közt innen? Nem szoktál ezelőtt soha elmaradozni, mert legelőbb legeled le a réteg gyönge virágát, jó nagyokat lépdelsz elsőnek futsz a folyóknak habjaihoz, s hazajönni először vágyol akolba este felé, most meg legutolsó vagy. De a gazdád drága szemét szánottán, mit kidöfött az a hitvány embers átkos társai, elmém borral igázva, senki se, ám de hiszem, hogy a vészből nem menekül meg. Bár velem érezhetnél, s tudnál szólni is, akkor megmondhatnád, hol bujkál most ő haragomtól. Agy velejét, szanaszét fröcskölném, itt az üregben úgy verném a küszöbhöz, s könnyebbülne a bajtól szívem, mellyel e semmire kellő senki se sújtott. Így szólván tovaküldte a kost legelőre a nyájhoz. S hogy kissé elhagytuk a barlangot meg az udvart, bújtam a nagykos alól ki, a társaim is kibogoztam. És a merevlábú, hájas juhokat sietősen hajtottuk, meg-megfordulva, s végre hajónkhoz értünk. Ott nagy örömmel láttak a drága barátok, mert túléltük a bajt, de a többit nyögve siratták. Csak hogy nem hagytam, s a jajongást tiltva szemölddel intettem, rakják a hajóra sietve a pompás gyapjú sok juhot, és szálljunk ki a sóshabú vízre. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek sorban, leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Annyira voltunk épp, ahová még ér a kiáltás, s akkor a küklapszhoz szóltam szúró szavaimmal. Küklapsz, lám, nem hitvány ember társait etted meg te a mélyölű barlangban, tombolva dühödben. Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen. Házadban vendégeidet fölfalni se féltél, most bosszút áll rajta Zeus, meg a többi nagyisten. Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szívében. Egy nagy hegy csúcsát leszakítva hajónkra vetette, és a sötét orrú bárkának elébe esett az egy kicsivel csak, s kis hián súrolta a kormányt. Föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, visszafelé hajtott a hajónkat,
A föld fele újra szörnyű nagyáral a part közelébe sodorta egészen. Én pedig erre a hosszú csákját kézbe ragadva, s félretaszítva hajónkat, a társaimat noszogattam. Dőjenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk, intettem fővel, nekiesve evesztek a társak. Ám amidőn két annyi utat jártunk meg a vizen, újra a küklopszhoz készültem szólni, de körben innen is, onnan is édes szókkal esengtek a társak. Miért akarod te szegény piszkálni tovább a vadembert, és csak imént is a szárazföld fele űzte hajónkat vissza a vízbe vetett kővel, már majd odavesztünk. Hogyha csak egy is megmukkan, vagy hangot ad, akkor szét is zúzza hajónk deszkáit, szét a fejünket érdes sziklával, hiszen annyira messze hajítja. Ezt mondták. De vitéz lelkem nem ügyelt a szavukra, és ismét haragos lélekkel szóltam a szörnyhöz. Küklopsz, hogyha talán megkérdi egy ember a földön, hogy történt a szemednek csúfos megvakítása, mondd, hogy a városokat dúló Odüsszeusz vakított meg. Laertész fia ő, Itakában lakja lakását. Ezt mondtam, mire ő jajszóval szólt a szavamra. Ó, jaj, rég megjósolt végzett telt be ma rajtam. Élt itt egykoron egy szép termetű nagy javas ember, Télemosz Eurimidész, aki értett jól a jövőhöz, s itt vérült meg, jósolgatva a küklopszok közt. Az megmondta nekem, hogy ilyen baj vár a jövőben. Elveszi majd a szemenfényét Odüsszeusz keze egykor. Mindig szép nagytermetű férfit vártam azonban, hogy majd erre kerül, nagy erővértjével övezve. Most pedig ennyire apró hitvány, semmire kellő szúrta ki drága szemem, miután borral leigázott. Rajta viszont Odüsszeusz, jár idébb, hogy ajándokot adjak, s kérjem a híres földrázót, hogy jó utat adjon. Néki vagyok, fia. Büszkén vallja magát az apámnak, mert ő lesz, aki meggyógyít, ha akarja, de más nem. Sem sosem múló égi lakó, sem földi halandó. Ezt mondotta, de én így küldtem néki a választ. Bárcsak az életed úgy tudnám elvenni, s a lelked és Hádész házába is úgy tudnálak elűzni, mint ahogyan nem gyógyíthat meg a földrázó sem. Ezt mondtam. És ezután ő így kérlelte Poszeidon Istent, két karját fölemelve a csillagos égre. Hajd te Poszeidon, földtartó, kékhajú Isten, hogyha fiad vagyok én igazán, s azt vallod, apám vagy, add, hogy a várduló Odüsszeusz haza már sose jusson, Laertész fia ő, Itakában lakja lakását, s hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét, s jól épült házába kerüljön az otthoni földre, hát legalább bajosan, későn és társai nélkül mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon. Szólt könyörögve, meg is hallgatta a kékhajú Isten. Ő pedig ím egy még szörnyebb sziklát emelintett, teljes erővel megcsóváltassa, vízbe vetette, dobta felénk, s a sötétkék orrú bárka mögött hult vízbe a kő, és kis híján súrolta a kormányt. S föllocsanva a tenger, amint belehult az a szikla, most a hajónkat előre a száraz földre vetette. S amidőn a szigetre elértünk már, hol a többi jóevezős bárkánk várt mind, és körben a társak ott ültek jajgatva, s a jöttünk várva szünetlen, akkor a fürgehajót futtattuk a parti fövenyre, s mi magunk léptünk ki a tenger torlata mellett. Hoztuk a küklopsz nyáját is gájánk üregéből, s osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék. Ekkor a kost külön én nekem adták, jólábvértes társaim osztozván, s én azt áldoztam a parton sűrű sötét felő Zeusnak, mindenki urának combokat égettem. Nem ügyelt ő áldozatomra, mert azt fontolgatta, hogyan pusztuljon el összes jóevezős bárkám, és bennük a drága barátok. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézizű szimbort. Végre, mikor lebukott a nap, és eljött a sötétség, mind lepjentünk sorban a tenger torlata mellett.
Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, akkor a társaimat buzdítva parancsomat adtam. Lépjenek ők is föl, s oldják el a tatköteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. 10. ének. Aiolos, a Laistrygónok, Kirké. Aiolié szigetére kerültünk ekkoron. Ott él Aiolos Hippotádész, aki kedves az égi lakóknak. Úszó szép sziget ez. Részfal kanyarok körülötte végig, büszke szilárd, s a kopár szírt fut föl az égre. Néki 12 gyermeke nőtt föl a termei mélyén, 6 volt köztük a lány, fölserdült ifjú is annyi, s ő a fiúknak házastársul a lányait adta. Ott lakomáztak a kedves apával, a gondos anyával folyton, előttük bőven fekszik a rengeteg étel és pecsenyék szagaszál, és hangos a házuk a daltól nappal, míg éjjel mind tisztes hitveseikkel hálnak a lágytakarókon, a szép faragott nyoszolyákon. Láttuk a városukat, gyönyörű házukhoz elértünk. Teljes hónapon át szeretettel látva kikérdett Trója felől, az akháj gályákról, visszautunkról, és én neki ott minden szép rendjén sorra soroltam. S miután már én kértem, hogy utamra eresszen s küldjön, nem mondott nemet, s volt gondja utamra. Nyúzva 9 éves marhát, ide adta a bőrét, s a sűvítő sok szél útját mind belezárta, mert őt tette Kronosz fia minden szélnek urává, hogy szüntesse vagy indíthassa, ahogy csak akarja. S üreges bárkámra ezüst fonalával a tömlőt jól lekötözte utána, hogy egy kicsikét se szeleljen. S egyedül csak a lenge Zefirt küldötte utamra, hadd vigye gályánkat s mi magunkat. A végzet azonban más volt, mert a magunk butasága okozta a vesztünk. Hosszú 9 napon át ét nappá téve hajóztunk, majd 10. nap fölbukkantak az otthoni földek, s láttuk az őrtüzeket, mert immár oly közel értünk. Ekkor a mézizű álom megszállt, úgy kimerültem, mert a vitorlát én forgattam, pillanatig sem bíztam másra, hogy így hamarabb érjünk a hazánkba. S közben a társaim egymás szólongatva szavakkal azt mondták, aranyat viszek én meg ezüstöt, amelyet nagy lelkűen adott nekem Aiolos Hippotádész hős. S volt, aki így szólt köztük a szomszédjára tekintve. Ejhaj, mennyire tiszteli és szeretettel látja ezt mindenki, aki csak fölkeres otthon a földjén. Trója alól is a zsákmányból sok nagyszerű kincset visz haza, míg mi, akik megjártuk az útjait épp úgy, mind valahányan üres kézzel kerülünk a hazánkba. Most is lám, mit adott neki kedveskedve barátja Aiolos. Egy-kettő, nézzük csak meg, mi van ebben, mennyi arany meg ezüst van a tömlő mélyébe zárva. Így szóltak, s győzött is a társak rossz akaratja, tömlőt oldoztak, s a szelek mind-mind kirohantak, s őket azonnal a nyílt tengerre sodorta a szélvész, bárhogy sírtak az otthoni földtől messze. Magam meg ébredvén, azt fontolgattam tiszta szívemben, vajon most kiugorva hajomból veszek-e vízbe, vagy némán tűrjek, s élők közt élve maradjak. Tűrtem, s tűrve maradtam, a gályán fekve, az arcom elfettem, s a hajók a gonosz viharok rohamában újra csak Aiolieére kerültek, nyögtek a társak. Ott szárazra kiléptünk, és vizet is merítettünk, majd lakomához láttak a társak a fürge hajóknál. És miután mind jól laktunk, eledellel, itallal, hirdököt, és még egy társat kiszemelve siettem Aiolos ékes háza felé. Bent leltem a házban, ott lakomázott gyermeke és felesége körében. És hogy a házba beléptünk már, küszöbén le is ültünk, ők mind bámultak lelkükben, s kérdeni kezdtek. Hogy jöttél, Odysseus? Mi Daimon szállt meg, ugyan mondd? Hát hiszen elküldtünk nagy gonddal, hogy hazaéres otthoni földre a házadhoz, s ahová csak akartad.
Így szóltak, mire csüggett szívvel mondtam a választ. Megrontottak a rossz társak, meg az álom az átkos. Hát kegyesek, ti segítsetek újra, hiszen van erőtök. Ezt mondtam kérő szókkal, lelkükre beszélve. Csöndbe merültek mind, csak az apjuk mondta a választ. Menj a szigetről gyorsan, legnyomorultabb ember. Isteni törvény tilt befogadni vagy útra vezetni azt, kit az égbeliek boldog szíve ennyire gyűlöl. Menj, mert is bizonyára haragjuk vert ide-vissza. Szólt, s elküldött házából, noha nyögve jajongtam. Onnan előre hajóztunk, hát keseregve szívünkben. S lelkünk lankadozott az erős evezésben, azonban mert balgák voltunk, nem akadt, ki hazánkba segítsem. Mégis 6 napon át 7 nappá téve hajóztunk, aztán megláttuk Lámosz meredek falu várát. Télepüloszt, hol a Lajstrugon él, s hol a pásztort szólva köszönti, mikor beterel, s felel az kiterelve. Ott, aki éber, 2 bért is könnyen elérne, ökröt is őrizhetne, s ezüst junyájat is 1 nap, mert egymáshoz a nap meg az éj ösvények közel van. Ott a remek kikötőbe kerültünk, melyet egészen körbekerít mindkét oldalt meredek falu szikla, és egymással szemben előre szökő fokok őrzik nyílását, úgyhogy nagyon is szűk ott a bejárás, s ottan az ívelt oldalú többi hajó behajózott. S bent az öböl mélyén, közel egymáshoz, kikötöttek bárkáink, mivel ott sohasem duzzadt fel a hullám, sem kicsikét, se nagyon, s a nyugodt víz színe fehér lett. Én egyedül tartottam kívül barna hajómat ott az öböl szélén, sziklához kötve kötéllel. Aztán szétnéztem, fölkúszva a sziklatetőre, nem látszott sehol ökrökmíve, de embereké sem. Füstöt láttunk csak fölszállni a távoli földről. Ekkor a társaimat küldtem, hogy megtudakolják, hogy mi búzafogyasztó férfiak élnek e földön. 2 embert kiszemeltem, a hírnök 3. ment. Hát léptek ki, s a séma úton, hol a várba szekérrel hordozzák be a fát a hegyekből, mentek előre. S egy vízhordó lányra találtak a város előtt, ki Jastrugon Antifatésznak volt nagytermetű lánya. Éppen a szépen csörgedező forrás felé lépdelt Artakiához, mert vizet onnan vittek a várba. Mellé állva beszéltek hozzá, kérdeni kezdték, hogy ki e nép fejedelme, kiken gyakorolja hatalmát, és ő nyomban megmondta, hol apja magas palotája. És hogy a pompás házba beléptek, láttak egy asszonyt, akkora volt, mint egy hegycsúcs, iszonyodva csodálták. Az meg a gyűlésből hazahívta urátam a híres Antifatészt, jött ő gyászos vészt hozva reájuk, fogta az egyik társamat, és lakomára levágta. 2 meg kiszökött, s a hajókat futva elérte. Ő meg a városon át kiabált. Meghalva a hangját jöttek a roppant lajstrugónok már minden irányból, rengetegen, nem is emberek, inkább szörnyű gigászok. Szikla tetőkről embernagy köveket hajgáltak. Rémületes dobogás hangzott tüstént a hajókról, haldoklók jaja, szétmorzsolt bárkák recsegése, mint halakat szigonyozták őket a csúf lakomához. Míg ezek így odavesztek a mély kikötőnek ölében, én kiragadtam a combom mellől jóhegyű kardom, elvágtam vele barna hajómon a tatt köteléket. S társaimat buzdítva parancsomat adtam azonnal, dőljenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk. S ők neki is dőltek mindnyájan félve a vésztől. És a hajóm örömünkre kiért a habokra roppant szirtek alól, de a többiek együtt mind odavesztek. Onnan előre hajóztunk, hát keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. S Ajájé szigetére kerültünk ekkoron. Ott él szép hajú Kirké, félelmes, zengőszavú isten, testvér huga a fondorlelkű nagy Ajétésznak. Földre sugárzó Éliosznak gyermeke ő is, anyjuk meg Persé, aki Okeánosznak a lánya. Ott egy partfokhoz kanyarodtunk csendbe hajónkkal, alkalmas kikötőbe, egy isten volt a vezérünk. Végre kiszálltunk, s 2 éjjel napon át heveréztünk, míg lelkünket a fáradtság
meg a fájdalom ette. Ám hogy a harmadikat meghozta a szép hajú hajnal, fogtam a dárdámat, meg az éles kardot is akkor, és sebesen fölkúztam a szirtre hajom közelében, hát ha lelek szántót, vagy hallhatok emberi hangot. Így hát szétnéztem, felkúszva a sziklatetőre, s láttam a széles utú földről füstöt kanyarogni, kirké termeiből, erdőn, sűrű tölgyesen által. Fontolgattam utána a lelkemben és a szívemben, menjek-e, nézzem-e meg, hogy honnan száll az a rőt füst. Töprengtem, és azután ezt láttam a leghelyesebbnek. Fürge hajómhoz a partra megyek legelőbb, s adok enni minden társamnak, s úgy küldök felderítőket. Már közelében jártam egészen a görbehajónak, és elhagyottságomban megszánt ekkor egy isten, büszke agancsú szarvast küldött épp az utamba. Ment az a szarvas a víz fele éppen az erdei rétről, inni akart, mert rég tikkat már a napsugarától. Én, amikor föltűnt, a gerincén hát közepében dobtam meg, s túloldal tört ki az érchegyű dárda, porbarogyott, hörgött, testéből szállt ki a lélek. Majd ráléptem, az érchegyű dárdát újra kihúztam testéből, s ott hagytam a dárdát fekve a földön. Vékony gajakat és fűzvesszőket szakítottam, és egy öles kötelet fontam két kézzel azokból, avval a szörnyű nagy állat lábát összekötöztem, s a nyakamba akasztva siettem a barna hajóhoz. Míg dárdámra nehezkedtem, mert vinni a vállon félkézzel nem tudom, olyan nagy volt az az állat. Gálya elé dobtam, s bíztattam a társakat aztán, mellé állva külön minnek mézes szavaimmal. Kedveseim, bármekkora baj sújt, nem kerülünk le Hádészhoz, mielőtt nem jő el a már kijelölt nap. Rajta tehát, míg bárkánkon van ital, s akad étel, addig együnk bátran, ne gyötörjön holtra az éjség. Így szóltam. S tüstént hallgattak a szóra a társak, s fölfedvén ott arcuk a meddő víz közelében bámulták a vadat, mert oly nagy volt az az állat. És miután gyönyörükre beteltek a látnivalóval, már kezüket megmosva, dicső lakomát lakomázta. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst meg a mézizű színbort. Végre, mikor lebukott a nap, és eljött a sötétség, mind lepihentünk sorban a tenger torlata mellett. Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, gyűlést rendeztem, s így szóltam mindegyikükhöz. Bármint gyötrődtök, társak, hallgassatok én rám, kedveseim, keletet, nyugatot nem tudva ülünk itt. Nem tudjuk, hogy merre bukik le a földre sugárzó nap, s hogy merről kél. Gondoljuk meg, ne halasszuk, hát ha van út menekülni. De én nem igen hiszek ebben, mert szétnéztem imént felkúszva a sziklatetőre, s láttam, hogy sziget ez, a határtalan ár koszorúzza, és laposan fekszik. Füstöt láttam kanyarogni onnan a sűrű tölgyesből, a bozót közepéből. Ezt mondtam. S elakadt kedves szívük dobogása, emlékeztek azonban a Lajstrygon Antifatészra, s rossz tettére a Küklopsznak, gonosz emberevőnek. Fennhangon sírtak, s a kövér könny hult a szemükből, csak hogy semmit sem használt panaszos zokogásuk. Jólábvértes társaimat két részre elosztva, mindkét résznek egy-egy vezetőt rendeltem azonnal. Én magam egyik, a másik az isteni Eurylokhosz volt, és ezután sorsot ráztunk sisakunkba sietve, sorsa kiszökkent onnan a nagyszívű Eurylokhosznak. Útnak eredt, és a 22 társ vele nagy zokogással. Sóhajtozva maradtunk ott mi, a hátra hagyottak. Kirké völgynek ölén épült házára találtak, síma csiszolt kőből magasult tisztás közepében. Háza körött meg oroszlánok, hegyi farkasok éltek, melyek az ő bűvös mérgétől lettek azokká. Embereket meg nem támadtak, a társak elébe léptek, s ott hosszú farkuk csóválva megálltak. Mint az ebek hízelegnek uruknak, amint lakomáról jön meg, mert az jó falat nekik is hoz, ilyenkor úgy hízelegtek a karmos farkasok őnekik ekkor és az oroszlánok. Megijedtek a szörnyetegektől,
Álltak a széphajú istennő Kirké kapujában, és hallották, hogyan énekelő odabent gyönyörűen, míg nem enyésző nagyvásznat szőmely ragyogó, szép és könnyű, amilyen csak az istennők kezeműve. Hát legelőször az emberek elseje mondta, Politész, legjobban szeretett társam valamennyi barát közt. Kedveseim, valamely nő ott benn nagy szövetet sző, és dalol is szépen vízhangos tőle a padlat, istennő vagy nem, szólítsuk fennen azonnal. Így szólt. Erre azok hívták fennhangon az úrnőt, rögtön jött kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, hívta be őket, s ők balgán besiettek utána. Eurologhoz maradt csak kin, ki a cselt gyanította. Széket adott oda bennekik, és karszéket az úrnős, lisztet, sajtot, sárga színű mézet vegyített be Pramnoszi borba, de Ádáz mérgét is bekeverte, hogy honi földjüket ők attól leigázva feledjék. És miután odaadta, kiitták, nyomban utána vesszővel megcsapta, s az ólba terelte be őket. Hát disznófeje és sörtélyes hangja alakja lett valamennyinek, ám de eszük mindaddig olyan volt. Mind ott sírtak a zárt ólban. Kirké meg elébük erdei makkot szórt, hogy egyék meg a sonfa gyümölcsét, mert hisz a földön fetrengő kanok ezt eszik egyre. Eurulökhoz meg ment a sötét színű fürge hajóhoz, hogy hírt adjon a társairól, keserű sorsukról. Csak hogy a torkán nem jött hang sem, akárhogy akarta, szíve a kintól oly sebzett volt. Két szeme könnyel telt meg egészen, a lelke se gondolt csak zokogásra. Csak miután hosszan kérdeztük, félve, csodálva, akkor mondta elő mi nekünk amazok veszedelmét. Mentünk át a sűrűn, hova küldtél fényes Odüsszeusz, erdős völgynek ölén épült szép házra találtunk, séma csiszolt kőből, magasult tisztás közepében, bent éles hangján nagyvásznat szőve dalolt egy nő vagy egy istennő, kiabálva beszóltak a házba. Rögtön jött kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, hívta be őket, s ők balgán besiettek utána. Én egyedül gyanítottam a cselt, s nem léptem a házba. Együtt tűntek el ők odabent, s nem jött ki utána egyik sem, pedig ott vártam kémlelve sokáig. Így szólt ő. Mire én vállamra vetettem a széles érckardot, mely ezüsttel vert volt, vettem az íjam, s mondtam, hogy vigyen el most engem is arra az útra. Csak hogy mindkét kézzel a térdem ölelve könyörgött, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Zeus táplálta, király, hagyj itt, ne vigyél el erővel, mert is jól tudom én, hogy nem térsz meg te magad sem, s más se hozol már vissza, de fussunk gyorsan ezekkel messzire, tán a gonosz napot így valahogy kikerüljük. Ezt mondotta, de én így adtam néki a választ. Eurologhoz. Te maradj itt szépen a helyt, ha kívánod, és csak egyél meg igyál a sötét színű görbehajónál. Én bizony elmegyek, engem a roppant kényszerűség űz. Szóltam, s elmentem bárkámtól, mentem a víztől, és hogy a Szent Hölgyet szelvén át majdnem elértem bűvöletes mérgű Kirké nagyháza ölébe, szembe került az aranyvesszős Hermész velem akkor, ifjú alakjában, mielőtt ama házhoz elértem. Fejhedző, álló, legszebb korú, szép fiatalként. Átkulcsolta kezem sebesen, szót szólva kimondta. Jaj, te szerencsétlen, hova még egyedül hegyen, erdőn? Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók, a zsúfolt ól zára mögé beszorítva. Őket akarnád megszabadítani? Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfüvet át, és ebben lépj be a házba, ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Kirké rettenetes cseleit tudtodra adom most. Készít majd Kükeont néked, de beléveti mérgét. Meg nem bűvölhet mégsem, mivel itt te varázsszel, mit tőlem kaptál, nem hagyja, de mondom a többit.
Rögtön, amint rácsap hosszú vesszővel az úrnő, jóhegyű kardod a combod mellől, ránst ki azonnal, roncs neki kirkének, minthogyha megölni akarnád. Ő ettől megijed, s kér majd, hogy eredj vele hálni, ekkor az istennő ágyától vissza ne húzódj. Így oldozza fel őket, s téged szívesen így lát. Mondasd el vele mégis a boldogok esküszavát, a legfőbbet, hogy nem tervel már ellened új bajt, hogyha ruhád leveted, nehogy elvegye férfi erődet. Így szólván ideadta az Argosz ölő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága. Istenek úgy nevezik, hogy mólű. Kiásni nehéz ezt földi halandónak, de bizony mindent tud az Isten. Hermeász ezután tovaszállt az olimposzi csúcsra át a sziget ligetén, s én mentem háza felé már Kirkének, s háborgott közben a szívem erősen. Ott álltam meg, a szép hajú istennő kapujában, s felrikkantottam, hallotta a hangom az úrnő. Jött rögtön kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, s úgy hívott, mentem be nyomán, szomorogva szívemben. Drága ezüstszögű szép karszékhez vitt be az úrnő mesteri műhöz, amelynek láptól zsámolya is volt, és aranyos serlegben adott kükeont, hogy igyam meg, mérgét is bekeverte előbb, még vesztem akarva. És miután ideadta, kiittam, mégse hatott rám, vesszőjével rám csapván szót szólva kimondta. Marsz be a disznóolba, feküdj le a többivel együtt, szólt. De kirántva a combom mellől jóhegyű kardom Kirkének rontottam, akárha megölni akarnám. Ő pedig erre sikoltva bukott le, a térdem ölelte, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Honnan jössz te, ki vagy? Hol a városod és a szülőid? Elfog a bámulat, itt áll, és nem igéz meg a méreg. Más ember sosem állta ki még így ezt a varázsszert, hogyha megitta, s ez átfolyt már fog a sűrű sövényén. Szörnyű szilárd akarat van a kebletben bizonyára. Sejtem már, hogy Odüsszeusz vagy te. A sokfele bolygott. Róla beszélt az aranyvesszős Hermész nekem egyre, hogy majd Trója alól idejön gyors barna hajóval. Rajta ereszt hüvejébe a kardodat, és nyoszolyámra lépjünk föl ketten, hogy azon szerelembe vegyülve s együtt hálva meg is bízzunk egymásban ezentúl. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Kirké, hogy legyek én nyájas te veled? Hogy akarnád épp te, ki társaimat disznókká tetted a házban, s tőlem is ellenem oly gonoszat tervelve kívánod, hogy te veled hálótermetbe siessek az ágyba, hogyha lemesztelenítsz, elved majd férfi erőmet. És nem is óhajtok föllépni bizony nyoszolyádra, istennő, ha te nem tész nékem szörnyű nagy esküt, hogy nem tervezel ellenem újabb rettenetes bajt. Ezt mondtam, s ahogy óhajtottam, tette az esküt. Majd miután már megtette és befejezte az esküt, akkor már Kirké gyönyörű ágyába feküdtem. És ez alatt a teremben a szolgálói sürögtek, négyen voltak, ezek tartották rendbe a házát. Forrásoktól származtak gyönyörű ligetektől és tengerbe futó rohanóvízű szent folyamoktól. Egyikük ekkora karszékekre vetette a pompás bíbor szőnyegeket, puha gyolcsot téve alájuk. Másik a székek elé állítva az asztalokat, mind drága ezüstből, tett kosarat mindjére aranyból. Harmadikok keverőben a mészszívű bort vegyítette, tiszta ezüstben kejheket is kirakott színaranyból, és hordott vizet és tüzet is gyújtott az utolsó, rajta a víz melegült nagy háromlábas edényben. Majd, hogy a víz már felforrottam a fényes edényben, kádba beültetvén engem langyos vizet öntött rám, vállamra, fejemre, ami csak a lélek emésztő fáradtságot a testemből ki nem űzte egészen. S megmosdatva meg is kent aztán síkos olajjal, s drága palástot adott rám, és szép inget is ekkor. Drága ezüstszögű szép karszékhez vitt be utána mesteri műhöz, amelynek láptól zsámolya is volt. Hozta a szolgaleánya vizet, s öntötte kezünkre,
Szép színarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, hogy mosdjunk, s a gyalult asztalt odatolta elébünk. Majd meg a tisztes gazdasszony lépett be kenyérrel és jó étkekkel, s ami volt, osztotta örömmel, s buzdított, hogy egyem, de az én szívem ezt nem akarta, ültem, eszem máshol járt, lelkem várta a romlást. Kirké meg látván, hogy ülök csak az asztala mellett, s étel után nem nyúlok, erős gyász nyomja a lelkem, nyomban mellém állt, s hozzám szárnyas szavakat szólt. Miért ülsz így, Odysseus, a teremben, mint aki néma? Lelked emészted, s ételhez nem nyúlsz, sem italhoz. Vagy valamely más cseltől tartasz? Már sohasem kell ettől rettegned, megtettem már a nagy esküt. Ezt mondotta, de én így adtam néki a választ. Kirké, volna-e tisztességes férfi, ki tudna enni meg inni nyugodtan, amíg meg nem szabadulnak kedves társai, s ő azokat nem látja szemével? Hogyha tehát igazán akarod, hogy igyam, s lakomázzam, old fel az én jó társaimat, hogy lássam is őket. Így szóltam. S Kirké átlépdelt nyomban a termen, pálcát tartva kezében az ólajtót kinyitotta, és kiterelte 9 éves disznókra hasonló társaimat, s vele szembe megálltak azok, mire Kirké végigjárta, s egy új másszerrel kente meg őket. Testükről hullott le a sörte, amely az előbbi átkosszertől nőtt, mit adott volt nékik az úrnő. Újra csak ember lett, s még ifjabb, mint azelőtt volt mindegyikük, s mind szebb is szemre, nagyobb is alakra. És meg is ismertek, s átkulcsolták kezem is már. Mindjüket édes sírás fogta el, s az egész ház szörnyen visszhangzott, maga Kirké is velük érzett. Hát odállt Elibém, s ezt mondja az isteni asszony. Isteni sarj, Laertiádész! Leleményes Odysseus, menj most innen a tengeröbölhöz, fürge hajóthoz, vonjátok ki először a szárazföldre a bárkát, kincseitek barlangba tegyétek a fölszereléssel, aztán jöjj ide vissza, s a kedves társaid is hozd. Így szólt ő, és hős lelkem hajlott a szavára. Útnak eredtem a tengerpartra a fürge hajóhoz. Kedves társaimat fölleltem a fürge hajónál, bánatosan sírtak, s a kövér könny hult a szemükből, mint a mezőnőt borjak, amint a tehén hazaballag istálóba a megtöltötte hasát a füvekkel, futva szökelve sietnek elébe, tovább a karámban nem várnak, de szelíden bőgve körülszaladozzák anyjukat. Épp így tettek ezek meglátva szemükkel, sírva omoltak rám, és úgy érezte a lelkük, mintha a városukat látnák már újra, göröngyös jó itakában, ahol mindjük született, nevelődött. Voltak zokogó hangon szárnyas szavaikkal. Zeus táplálta király, megtértél, s úgy örülünk mind, mintha megint itakába kerültünk volna hazánkba. Rajta viszont mondd el, hogyan is pusztult el a többi. Ezt mondták, mire így adtam látszókkal a választ. Most legelőször vonjuk a szárazföldre a párkát, és barlangba tegyük be a fölszerelést meg a kincset, és magatok készüljetek aztán jönni utánam Kirké szent házában látni a többi barátot, esznek is, isznak is ott, mert bőven van lakomájuk. Így szóltam, s ők hallgattak tüstént a szavamra. Vissza csak Eurulokhoz tartotta a társakat újra, s őket megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Jaj, nyomorultak, merre megyünk? Miért vágytok a vészre? Kirkéhez kívántok menni ki mindegyikünket disznóvá vagy oroszlánná teszi, vagy farkassá, hogy palotáját őrizzük noha kényszerűségből. Lám hisz a Küklopsz is mit tett, hogy elért a karámhoz több társunk, akiket vezetett ez a bátor Odysseus, ennek az ostoba vétke miatt pusztultak el ők is. Így szólt, és én bizony azt kezdtem fontolni eszemben izmos combom mellől, hosszú kardom azonnal rántsam meg ki, s vágjam le fejét, hogy a földre guruljon, bár közel is kedves rokonom. Hanem erre köröttem, innen is, onnan is édes szókkal esengtek a társak. Zeus nevelése, mi itt hagyjuk,
ha te erre parancsot adsz, hogy várjon a bárka előtt, őrizze a bárkát, minket meg Kirkész szent háza felé te vezess el. Szóltak, és útnak eredtek a bárkától meg a partról. Eurolökhoz se maradtam hátra a görbehajónál, jött mi velünk, mert félt riadalmas szörnyű szavamtól. És ez alatt Kirké házában a többieket mind gonddal megfürdette, s utána bekente olajjal. Gyapjú palástot adott rájuk, szép inget is ekkor, s termeiben mindet vidoran lakomázva találtuk. És mikor egymást meglátták, föl is ismerték, már sírtak, jajgattak, visszhangzott körben a ház is, hát odállt Elibém, s ezt mondja az isteni asszony. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odüsszeusz, többé már ne zokogjatok ennyire. Jól tudom én is, mi sok bajt szenvedtetek át a halashabon eddig, szárazon is, hogy pusztítottak a vadszívű népek. Rajta tehát most csak lakomázzatok és igyatok bort, míg szívetekben olyan nem lesz felüdülve a lélek, mint volt, hogy legelőször eredtetek útra göröngyös otthon földjéről Itakának. Most kimerülten csüggetegen csak a bajt bánjátok, a hosszú bolyongást, s lelketek oly sok bánat után már nem tud örülni. Így szólt, és a mi hős lelkünk hajlott a szavára. Háza ölében napról napra egész kerek évig ültünk, és lakomáztuk a sok húst, mézizű színbort, s miután eltelt az az év, évszakra az évszak, hónap a hónap után sorvadt el a hosszú napokkal, akkor hívtak a jó társak csak félre eszókkal. Ó, te csodálatos! Emlékezz már újra hazádra, hogyha végzeted az, hogy megmenekülj, hazaér még nagy tetejű palotádnak ölébe az otthoni földre. Ezt mondták. És hős lelkem hajlott a szavukra. Így az egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézízű színbort. Végre, mikor lebukott a nap, és eljött a sötétség, elmentek lepihenni az árnyas termek ölébe. Ekkoron én Kirké gyönyörű ágyába siettem. Térdét átfogtam, és ő meghallgatta beszédem. Így szóltam hozzá akkor szárnyas szavaimmal. Kirké, váltsd be a szót, és add meg, amit megígértél, hogy hazaküldesz, mert már sürget az útra a lelkem, s társaimé is, akik kedves szívemet zokogással sorvasztják mindig valahányszor távol időzöl. Ezt mondtam, mire így szólt nyomban az isteni úrnő. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odüsszeusz, kedvetek ellen már ne maradjatok itt palotámban. Csak hogy előbb egy más utat is kell járnotok, el kell Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz mennetek innen, a tébai vak jós Teirésziásznak lelkét kérdenetek. Tudatát ő őrzi egészben, eszmélést egyedül neki nyújtott Perszefonéi a holta után is, puszta szökellő árny csak a többi. Szólt, s elakadt nyomban kedves szívem dobogása. Ültem az istennő ágyán és sírtam, a lelkem élni se vágyott már, sem látni a napragyogását. Ám miután hány kódba beteltem a nagy zokogással, akkor az istennőnek eképpen mondtam a választ. Mondd, Kirké, ki vezethet el engem ez úttalan úton? Hádészhoz soha senki nem ért még barna hajóval. Ezt mondtam. Mire így szólt nyomban az isteni úrnő. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odüsszeusz, gondolnod sem kell rá, hogy kivezesse hajódat. Állíts árbocot, és kifeszítve a hószínű vásznat ülj, s a hajódat az északi szél majd elviszi szépen. Hogyha pedig már okeános széléhez elértek, Perszefoné ligetére találsz alacsony halom alján, hol sudaras nyárfák s meddő fűzek magasodnak. Futtas partra hajód, mélyforgós okeánosban, és te magad Hádész nyirkos palotája felé menj. Ott Acheronba, Püriflegeton ömlik bele, és a Kókütosz, mely a Styx folyamából ágazik arrébb, és az a két zúgózajú víz Szirtnél szakad egybe. Innen ered csak előre, te hős, ahogy intelek ássál gödröt, légyen a hosszas a szélessége könyöknyi, áldozatul tölts körbe italt valamennyi halottnak, tejjel mézet előbb, azután édes boritalt is, harmadszorra vizet, s fölibé a fehér daralisztet.
és az erőtelen elhunytakhoz hosszan esengve mond, hogy amint hazaérsz, gyönyörű meddő tehenet vágsz áldozatul számukra, s a mágián kincseket égetsz, és külön áldozatul juhot ígéri Teiresiásznak éj feketét, mely egész nyájadból messze a legszebb. És ha kiengesztelted a holtak nagynevű népét, akkor egy éjszínű kost áldoz meg egy éjszínű nőstényt, és fejüket fordítsd Erebos felé, ám de te fordulj visszafelé, s a folyóra tekints, majd jönnek az elhunyt holtak lelkei rengetegen hozzád csak gödörhöz. Akkor a társaidat noszogasd, és mondd, hogy a kost is, és a juhot, mely amott feküszik leterítve vad érztől, nyúzzák és égessék meg az isteneket megimádván szörnyű erős Hádészt, s riadalmas Perszefoneját, s te kirántva a combod mellől jóhegyű kardod űs, ne eresz az erőtelen elhunytak seregéből senkit a vérhez előbb, míg nem szólsz Teiresiásszal. Ekkora jós maga jön majd hozzád, népvezetője, és megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát, azt is, hogy hogyan érsz haza majd a halas habon által. Így szólt. S már az aranytrón székű hajnal is eljött, s drága palástot adott rám, és szép inget a nimfa, ő maga szép nagy ezüst köpenyét kerítette magára, könnyűt és kecseset, csípője köré övet öltött, szép aranyos művűt, s fájtlat borított a fejére. Mentem a termeken át, fölvertem a társakat ekkor mellé állva külön minnek mézes szavaimmal. Édes ízű álmot ne aludjatok, itt az idő már, induljunk, hisz adott Kirké az utunkra tanácsot, szóltam ekép, és hős lelkük hajlott a szavamra. S még innen se vihettem el épségben valamennyit. Elpénor ugyanis, ki legifjabb volt, s ki a harcban nem volt jó erejű, s nem volt elméje kiváló, Kirké háztetején lefeküdt, bortól nehezülten távol a társaktól, mert vágyott hűs levegőre, és hogy fölkerekedtek, azok s hallotta a lármát, hirtelen és hevesen pattant föl, s arra se gondolt, visszafelé hova lépjen a hosszú létrafokára, hát fejjel lefelé lezuhant tüstént a tetőről, és eltörte nyakát, Hádészhoz szállt le a lelke. Egybe sereglettek, s nekik én ezt mondtam azonnal. Azt hiszitek, hogy a kedves földre, az otthonotokba indultok, de bizony más útra eresztova Kirké, Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz, tébai Teiresiász lelkétől kérteni jó szót. Szóltam ekép, s elakadt kedves szívük dobogása, és hajukat tépték nyöszörökbe, leültek a földre, csak hogy semmit sem használt panaszos zokogásuk. És hogy a tengerpartra a fürge hajóhoz elértünk, míg a szívünk búsult, s a szemünkből hult a kövér könny, addig a partra suhant már Kirké barna hajónkhoz éjszínű kost kötözött közelébe meg éjszínű nőstényt, s könnyeden illant el. Kivehetné észre szemével, hogyha az istenség nem akarja, akár jön, akár megy. 11. ének. Nekülja. És miután odaértünk már a hajóhoz, a vízhez, ott legelőször az isteni vízre kivontuk a bárkát, árbocot is raktunk bele, vásznat a barna hajóra fogtuk, a kosta juhot beleraktuk, utána magunk is felszálltunk keseregve, szemünkből hult a kövér könny. És a sötétkék orrú hajó mögül ime kísérő jószelet is köldött az utunkra vitorladagasztót széphajú Kirké, félelmes, zengőszavú isten. Elrendeztük egészen a bárkánk felszerelését, s ültünk. Szél meg a kormányos vitték csak a bárkát. Rajta egész napon át feszesen duzzadt a vitorlas, már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák, ekkor elért a hajónk is a mélyvízű okeánoszhoz. Ott van a Kimmeriosz nép városa, lakhelye ködbe és felhőbe takartan. A nap sose néz le rájuk, és sohasem fénylik sugarával az égi magasból, semmikor útnak ered, föllépve a csillagos égre, semmikor újra leszáll, és a föld fele fordul az égről. Vészteli éj feszül egyre egy gyarló földi lakókra. Ott futtattuk a partra hajónkat, a kost meg a párját vittük,
s mentünk okeánosz zuhogó vize mentén, míg ahová Kirké kijelölte, a helyre nem értünk. Ekkor az állatokat Perimédész Eurylokosszal fogta, s a combom mellől rántva ki jóhegyű kardom, ástam a gödröt, amelynek a széles, a hossza könyöknyi, körbe italt is töltöttem valamennyi halottnak, tejjel mézet előbb, azután édes boritalt is, harmadszorra vizet fölibé a fehér daralisztet. És az erőtelen elhunytakhoz hosszan esengtem, hogy hazatértem után tehenet sújtok le nekik, mely meddős, legjelesebb, és kincseket égetek otthon, s ígértem juhot is külön ekkor tejrésziásznak éjfeketét, mely egész nyájamból messze a legszebb. Engesztelve a holtak népét jámbor imákkal, fogtam az állatokat, nyakuk elmetszettem azonnal, folyt feketén a gödörbe a vér, gyülekeztek az elhunyt holtak lelkei mély erbozból sűrű sereggel. Ifjú menyasszonyok, ifjak, gyötrött életű aggok, friss bánattal a lelkükben szép zsengeleányok, és sokan ércművű dárdával megsebesített elhult harcosok is, foltos volt vértjük a vértől. Mind oda gyűltek az árok mellé, innen, amonnan, szörnyű zsivajjal, sápat félsz ragadott meg azonnal. Ekkor a társaimat noszogatva kimondtam, a kost is és a juhot, melyek ott a vadérztől sújtva hevertek, nyúzzák s égessék meg az isteneket megimádván szörnyű erős Hádészt s riadalmas Perszefoneját. Én meg a combom mellől rántva ki jóhegyű kardom ott ültem, nem eresztve erőtlen holt seregekből senkit a vérhez, amíg nem szóltam Teirésziásszal. Elpénor társamnak jött el először a lelke, mert is a széles útú földön még el se temettük. Kirké háza ölében a testét megsiratatlan s eltemetetlen hagytuk, mert az utunk sietős volt. Hát mikor itt láttam, szívemben számva zokogtam, majd pedig így szóltam hozzá szárnyas szavaimmal. Elpénor, hogyan érkeztél ködül te homályba? Lám, gyalog is hamarabb jártál, mint én a hajóval. Így szóltam hozzá, s nekem ő nyöszörögve felelte, isteni sarj, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, megrontott a gonosz szellem, meg a rettenetes bor. Kirké háztetején lefeküdtem, s észre se vettem visszafelé, hova lépjek a hosszú létra fokára, hát fejjel lefelé lezuhantam a ház tetejéről, és nyakamat szektem, s ide szállt Hádészhoz a lelkem. Térded ölelve könyörgök most a ma messze levőkre, nődres apádra, ki táplált rég, amikor kicsi voltál, s Télemakhoszra, kit egy fiad otthagytál palotádban, mert tudom én, hogy Hádész házából te megint csak Ajaiei szigetére sietsz remekívű hajódon. Rólam, uram, ha elérsz oda végül, meg ne feledkezz, hogy siratatlanul és temetetlenül ott ne maradjak, míg te tovább utazol, ne legyek neked istenek átva. Éges hát meg a fegyvereimmel, ahány velem ott van, s nékem az ősztenger partján sírdombot emeljél, hogy szomorú sorsom tudják meg a megszületendők. Végezd el nekem ezt, s evezőmet is üsd a halomba, azt, amelyikkel a társak közt míg éltem, eveztem. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Megteszem ezt néked, te szegény. Elvégzem a munkát. Szólván egymáshoz, szomorú szavainkkal eképpen ültünk ott, külön én, kardommal a vérre vigyázva, szembe velem pedig emberem árnya beszélt szakadatlan. Elhunyt édesanyámnak is eljött ekkor a lelke, Antikleia, leánya a nagyszívű Autolykosznak. Ő még élt, mikor én Szent Trója felé kihajóztam. Hát, mikor itt láttam, szívemben számba zokogtam, s még így sem hagytam, bármennyire fájt is a szívem jönni a vérhez, amíg nem szóltam Teirésziásszal. Végre közelgett lelke a tébai Teirésziásznak szép aranyos bottal. Rám ismert, szólt is azonnal. Isteni sarj, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, jaj, te szegény, miért fordultál el a napsugarától, s jöttél nézni a holtakat és a mezőt, hol öröm nincs? Menj a gödörtől már, és vondd el a jóhegyű kardot, hadd ízleljem a vért, és mondjak néked igaz szót. Szólt, mire hátrahúzódva ezüstszögű kardomat újra visszaeresztettem hüvelyébe.
Ivott a sötétlő vérből, s azután így szólt hozzám a derékjós. Édes, könnyű utat keresel haza fényes Odysseus, csak hogy az Isten szörnyűvé teszi, mert sose hinném, hogy te kijátszod a földrázót, aki megdődött rád szörnyen, amiért szeretett fiú sarját megvakítottad. Stán így is hazaértek azért, keseregve bajok közt, csak lelkedre vigyázz, fékezd meg a társaidét is, rögtön, amint odaérkeztek remekívű hajóval Trinakié szigetére, kifutva a kékszínű vízből, és legelő tehenekre találtok nagyszerű nyájra, Héliosséra, ki mindent lát és hall a világon. Hogyha az állatokat nem bántod, utadra ügyelsz csak, akkortán hazaértek, bár keseregve bajok közt. Hogyha pedig bántod, veszedelmet jósolok akkor embereidnek s bárkádnak. Te magad, ha megélsz is, későn érsz, s bajosan haza, társaid mind odavesztve, mások bárkáján, s palotádban bajra találsz majd. Döjfös férfi seregre, amely vagyonot fölemészti, isteni hitvesedet kérik mind kincset ajánlva, csak hogy erőszakokért bosszút állsz majd hazatérve. S hogyha megölted a kérőket palotádnak ölében, csellel akár vagy szemtől szembe velük hegyes érccel, védj egy jól faragott evezőt válladra, bolyongjál, míg olyanokhoz nem jutsz, kik tengert sose láttak, s ételüket sem eszik megsózva a tengeri sóval. És sohasem láttak piros arcú fürge hajókat, sem könnyű evezőt, mely szárnya a fürge hajónak. Íme világos jelt mondok, nem véted el akkor, majd amidőn egy más vándor jő szembe veled, szól, magszóró a lapát, mit fényes válladon őrzöl, akkor a jó evezőt szúr nyomban a földbe, Poseidon Istennek pedig ott áldozz remek áldozatokkal, vág le bikát és kost és kant, mely hágja az emsét, aztán menj haza, és ott áldozz szent hekatombát tágterű égve lakó örök életű isteneinknek mindnek sorban. A tengerről jő majd a halálod, gyöngéden közelít hozzád, és könnyű öregség végén súly csak rád, amidőn körülötted a néped boldogan él. Ezt mondom néked igaz szavaimmal. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Teirésziász, bizonyára az égi lakók szövik ezt így, most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Elhunyt édesanyám lelkét látom szemeimmel, ott ül a vér közelében némán, és a fiához nem tud szólni, hiába van itt, meglátni se tudja. Mondd meg, uram, hogy anyám hogyan ismerhetne föl engem. Ezt mondtam, mire ő tüstént így adta a választ. Könnyű a szó, amit elmondok, s a szívedre kötök most. Elhunyt holtakból, ha akárkit a vér közelébe engedsz, az majd megszólal, s mond néked igaz szót. És ha a vért már megvonod, akkor visszairamlik. Így szólt. S már indult Hádész házába a fenkölt Teirésziász árnyéka, kimondva az isteni sorsot. Én pedig ott álltam, s vártam, s odajött az anyám, és itta az éjszínű vért. Rám ismert nyomban utána, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Drága fiam, hogyan érkeztél-e ködülte homályba, hisz még élsz, s meglátni nehéz élőknek a tájat, mert közbül sok a szörnyű folyam, félelmetes örvény, és legelőször az okeánosz, melyen át sose kelhet senki gyalog, ha csak épp nem akad jóművű hajója. Tán most Trója alól értél ide hosszú bolyongás közben a bárkáddal s követőkkel. Még Itakában nem jártál, és hitvesedet sem láttad a házban. Így szólt ő. Mire én így adtam néki a választ. Édesanyám, Hádész házába a kényszerűség hoz. Tébai Teirésziász lelkétől kérteni jós szót. Még az Akháj földnek közelébe kerülni se tudtam, otthon sem voltam. Nyomorult vagyok, egyre bolyongok akkortól, hogy elindultam hős Atreidésszal jócsikajú Trójába a trószokkal verekedni. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, téged a hosszúra nyújtó végnek mi nem evert le? Hosszú betegség volt, vagy tán nyilas Artemis úrnő gyöngéd nyilvesszőivel ölt meg a messze magasból? S mondd, az apám hogyan él, s akit
otthon hagytam a gyermek. Méltóságom övéke ma is, vagy a többi közül egy vette el, és azt mondják, hogy haza már sose térek. Szólj feleségemről, hogyan érez? Mondd, mi a terve, ott maradott-e fiam mellett, vele őrzi-e házam, vagy már nőül vette a legterekabbik apályhős? Szóltam, és édesanyám ezt mondta azonnal az úrnő. Ott maradott nagyon is tűrő lélekkel az asszony. Őrzi a termeidet most is. Keserű síralomban hervad az éjjele nappala, hullnak a könnyei folyton. És a te szép méltóságod nem szállt soha másra, földeden úr a fiad, s megkapja a dús lakomából, melyet igazságosztók adnak mindig a részét, mert mind meghívják. Hanem édesapád a tanyáján teng odakin, sosem egy városba, s a fekhelye ottkin nem kerevet, nem szép köpenyeg, nem nagyszerű szőnyeg, télen a házban hál, hol a szolgák szoktak, a tűzhely lángja előtt, hamuban, s testét rossz rongy fedi folyton, s hogyha nyár közelít, vagy az ősz jön, a drága gyümölcsű, bornevelő szöllős ligetében hult levelekből itt is, amott is megvan vetve a földön az ágya. Bánatosan fekszik, szíve mélyén gyásza növekszik, várja a jöttödet, és így éri a terhes öregség. Így pusztultam el én is, eképpen telt be a sorsom. Mert nem a jól célző, nyilas istennő keze ölt meg gyöngéd nyilvesszőivel otthon a messze magasból, hosszú betegség sem támadt rám, mely a leginkább szív ki a testből életerőt csúf sorvadozásban. Vágyam utánad, bölcs elmédre, te fényes Odüsszeusz, és a szelítségedre rabolta el édes lelkem. Így szólt. És én a szívemben fontolgatva akartam elhunyt édesanyám lelkét a karommal ölelni. Háromszor nekiindultam vágyódva erősen, háromszor surrant ki kezemből, mintha csak árnyék s álom volna. Szívemben az éles fájdalom erre még inkább megnőtt, és szóltam szárnyas szavaimmal. Édesanyám, miért nem vársz rám, ki ölelni akarlak, hogy Hádész házában is egymás karja öleljen, s még örömünkre betelhessünk a fagyos zokogással? Vagy csak egy árnykép ez, mit a fenkölt Perszefonelja küld hozzám, hogy még keserűbben nyögve zokogjak? Szóltam. És édesanyám ezt mondta azonnal az úrnő. Ó, jaj, drága fiam, gyászsorsú, mint soha senki. Nem csal meg téged Zeusz gyermeke Perszefonelja, csak hogy a földi halandók sorsa haláluk után ez. Mert az inak nem tartják össze a húst meg a csontot, mindezeket megemészti a tűz lobogó erejével rögtön, amint a fehér csontok közül életük elszáll, s lelkük akár csak az álomkép röpül erre meg arra. Rajta, siess igyekezve a fényre, jegyezd meg azonban mindezeket, hogy majd elmondhast Pénelopénak. Így szavakat váltottunk, s jöttek az asszonyok ekkor, mert ide küldte el őket a fenkölt Perszefonelja, minden legderekabb harcos felesége leánya. Éjszínű vér körül ott gyülekeztek a sűrű csoportok. Tűnődtem, hogyan is szólhatnék mindegyikükkel. És ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. Hosszú kardom a combom mellől rántva ki tüstént nem hagytam, hogy az éjszínű vért egyszerre igyák mind. Így hát sorba suhantak a nők, s elmondta a törzsét mindegyikük, és én kérdezgettem mindet egyenként. Tűrót láttam először amott, a nemes születésűt. Ő elmondta, hogy apja a tisztarevű Szalmóneusz, ő pedig Aiolidész Kréteuszhoz ment feleségül, és az Enipeusz isteni áradatába szeretve, mely valamennyi folyó közt legszebben fut a földön, sétálgatni szokott az Enipeusz tiszta vizénél. Annak alakját vette a földrázója magára, s hálta leánnyal az örvényes víz torkolatában, hol bíbor hullám hegyoromként dombosodott föl, s elrejtette a földi halandó nőt meg az Istent. Szűzi övét ott olta meg, álmot hintve a lányra, s miután a szerelmet eként befejezte, az Isten megszorította kezét, s a nevén szólítva kimondta: üdvözlégy szerelemben,
Az év, ha bevégzi futását, nagyszerű gyermekeket szülsz, mert tudd meg, hogy az Isten ágya sosem meddő. Dajkáld azokat, te neveld föl. Most meg eredj haza és hallgass, soha meg ne nevezzél. Íme Poseidon vagyok én, aki rázza a földet. Így szólván lemerült a magas hullámú vizekbe. Terhes lett Tűró, és szült Peliaszt, s vele Néleuszt, mindkettő hatalmas Zeus szolgálta erősen. Soknyájú Peliaszt tágtáncterű széles Jolkoszt lakta, Pülosz fövenyes völgyét Néleusz a fivére. Többi fiát Kréteusznak szülte a büszke királynő, Aiszont szülte, Férészt és Amutaont, hadszekeres hőst. Antiópét, Aszópos lányát láttam utána, büszkén mondta, hogy ő Kronionnak karja között hált, két fiút is szült, Amfion egy, Zétosz a másik. Hét kapujú Tébát alapították ezek egykor, és körül is bástyázták, mert tágtáncterű Tébát fal nélkül nem lakhatták, noha jó erejük volt. Alkménét is láttam utána, ki Amfitrionnak asszonya volt, és szülte oroszlán szívű vitézlő Heraklészt, miután Zeusszal szerelembe vetyült el. Büszke Kreon lányát, Megarét is láttam, akit meg Amfitrion mindig győztes fia vett feleségül. És Oidipusz anyját is láttam, gyönyörű Epikasztét, őt, aki rettenetes dolgot tett balgatag ésszel, nőül ment a fiához, az ifjú megölte az apját, s így vette el, ám de az istenek ezt fölfedték, s ő szeretett Tébájában gyötrődve uralgott Kadmoszi népe fölött. Vészt mértek az istenek őrá, anyja a zárt kapujú Hádész házába suhant el, mert kötelet kötözött fel a terme magas tetejére, s a nyakába vetette, fiának hagyta a sok kint, édesanyjáért bosszút állva, mit Ád az Erinüs. Majd gyönyörű Klóriszt láttam, Néleusz, akit egykor nagy szépsége miatt vett el, nagy kincseket adva, legkisebb lányát Amfion Iászidésznak. Ez minüai beli Orkomenoszban erősen uralgott, s lánya Pülosban, ahol tündöklő gyermekeket szült, Nestort és Kromioszt, meg a büszke Periklümenoszt is. Szülte sudár Pérót is, akit bámultak a népek, s körben a szomszédok kérték, de csak annak akarta Néleusz adni, ki elhozná az erős Ifiklész, széles homlokú csámpás csordáját Fülakéból, bármi nehéz. Egy tiszta nevű jós ment csak el érte egymaga, ám ott fogta a szörnyű isteni végzet, és a mezők pásztor népének vad kötelége. Csak miután elmúltak a hónapok és a napok mind, s fordult újra az év, perdült évszakra az évszak, olta föl őt az erős Ifiklész, halva a jó szót, mert ő elmondotta, betelt vele Zeus akaratja. Tündareosz feleségét, Lédát láttam utána, őt, aki Tündareosznak két hősszívű fiút szült, lóbetörő Kastort, és az ökölvívó Polüdeukészt. Élnek ezek, és így rejti el őket az életadó föld. Zeusztól még odalent is tisztelet illeti őket. Egy napon át fönt élnek mindig, másnapon újra meghalnak, s valamint Istent úgy tisztelik őket. Ennek utána Aloeusz asszonya, Ifimédéja tűnt föl. Mondta, hogy őt hajdan megölelte Poseidon, két fiat is szült, csak hogy ezek nagykort sosem értek, isteni Ótosz, meg a széles hírű Ephialtész. Legmagasabbra növelte fel őket az életadó föld, a leggyönyörűbbre utána a nagynevű Orionnak. És a 9. évben már ugyanannyi könyök volt szélesség a két fiúnak, nagysága 9 öl. Még az Olimposz örök népét is megfenyegették, hogy nekiesnek a sokrohamú viadal zsivajával. Olimposzra az Osszát és Osszára akarták tenni az erdős Péliont, hogy az égbe lehessen lépni. Ha felcseperednek, tám még megteszik ezt is. Csak hogy Zeus és széphajú Létó sarja megölte mindkettőt, mielőtt kivirágzott volna szakálluk arcukon, s mielőtt még álluk pejhe kisarjat.
Phaedrát és Prokriszt láttam, meg a szép Ariadnét, fondor lelkű Mínosz lányát, Theseus, akit egykor Krétából kívánt szentelt földjére Athénnak vinni, de ott nem örült neki, Artemis ölte meg útján vízövezett Diában a lányt, Dionysoszi szóra. Majrát és Klümenét láttam, s iszonyú Erifülét, őt, aki kedves férjéért aranyat fogadott el. Mindegyiket már nem sorolom föl, nem nevezem meg, hány hősnek láttam feleségét és leányát, mert is előbb elfogyna az isteni éj, és lenyugodnom itt az idő, vagy a társak közt a hajón, vagy a házban, s istenek és ti gondotok az, haza mint jutok innen. Így szólt. S amazok mind hosszan csöndben merültek, mind megigézve maradtak az árnyas termek ölében. Végre fehérkarú Arété szólt köztük eképpen. Fajákok, milyen ember ez itt? Hogy ítélitek őt meg, nagyságát, meg alakját, elméjét, a kiválót? Vendégem, de a tisztesség ugyanígy a tiétek, hát ne siettessétek az útját, és az ajándék el ne maradjon, mert is rászorul. Isteneinknek jóságából kincs van elég sok a termeitekben. Köztük eként szólalt meg az éltes hős Ekeneosz, ő, aki minden faják férfiúnál öregebb volt. Kedveseim, nem céltalanul, nem várakozásunk ellen szólt a királynő elmészózata, rajta így tegyetek, hanem Alkínosz szava tette a döntő. Erre meg Alkínosz szólt, választ adva szavával. Hát igen, így is lesz, mint mondod, ameddig a faják jó evezős nép közt éltek, s kormányozom őket. Vendégünk meg akárhogyan is vágyik hazatérni, holnapig itt türelemmel várjon, hadd adok át már minden ajándékot. S útjával a férfi törődjék mind, s a leginkább én, aki úr vagyok itten a nép közt. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Alkínosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Tarthatnátok akár kerek évig is itten erővel, fényes ajándékokkal, hogyha kíséretet adtok. Én magam is kívánnám ezt, hisz a hasznom is úgy több, hogyha telip kézzel kerülök haza drága honomba, mert jobban szeret akkor a nép, és többre becsülnek, mint kik látnak, amint hazaérek már Itakába. Erre meg Alkínosz szólt, választ adva eképpen. Ó, Odysseus, te bizony sose látszol olyannak előttünk, mint a csalók, a ravasz locsogók, akiket seregestül táplál itt is, amott is az éjszínű életadó föld, s mind arról hazudoznak, amit soha senki se látott. Van nemes elme a szódban, van szavaidnak alakja, s mint egy dalnok oly értőn mondtad el azt, ami történt, mindegyik argoszi szörnyű baját, s a magad veszedelmét. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Vaj láttál-e azok közül egyet, akik veled egykor Trója alá szálltak, s odavesztek az isteni társak? Hosszú az éj, nincs vége, nem is kell még lefeküdni bent a teremben. Mondj nekem el még sok csoda dolgot, mert elhallgatnálak akár hajnalhasadásig, míg te kitartóan szólsz itt sok ezernyi bajodról. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Alkínosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Van, hogy hosszasan illik szólnunk, van, hogy aludnunk. Hogyha azonban olyan nagyon áhítsz hallani tőled, ezt nem irigylem, s elmondom keserűbb bajait még más társaknak, akik később lelték a haláluk. Megmenekültek a harc zsivajából Ilion alján, s elhultak hazajutva, mivel gonosz asszony akarta. Hát miután már mind tovasz élesztette a nőknek lelkeit, erre meg arra magasztos Perszofaneja, Atreidész Agamemnon lelke került közelembe bánatosan, s köribé gyűlt mind, aki ővele együtt Aigisztosz házában halt, s töltötte be sorsát. Itta az éjszínű vért, és nyomban utána fölismert. Éles hangon sírt, a kövér könny hullott a szeméből, terézgette felém kezeit, vágyott megölelni. Csak hogy az izmai nem voltak már jók, s az erő, mely egykor a hajlékony tagokat töltötte meg, elszállt. Néztem könnyeket ejtve, a szívem szánta erősen, majd pedig így szóltam hozzá szárnyas szavaimmal.
Hírneves Atreidész, sereget vezető Agamemnon, téged a hosszúra nyújtó végnek mi neme vert le? Tán a hajóiddal sújtott le a mélybe Poseidon vészteli fúvását fölverve a vadviharoknak, vagy pedig ellenséges nép kaszabolt le a földön, ökrük szép juhukat, mikor elkívántad orozni, vagy tán asszonyukért, meg a városukért verekedtél. Ezt mondtam, mire választadva azonnal ekép szólt. Isteni sarj, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, nem sújtott le Poseidon a hajóimon engem, vészteli fúvását fölverve a vadviharoknak, és nem is ölt meg az ellenséges nép sem a földön. Aigisztos tervelte ki végemet, ő a halálom elvetemült feleségemmel hazaival leszúrt ott vendégelvén, mintha ki barmot jászol előtől. Így haltam meg a legnyomorultabb véggel. A társak hullottak körülöttem, akár a fehérfogú disznók hullanak egyre, mikor valamely nagybirtokú gazda nászt ül, vagy sokakat meghív, vagy dús lakomát ad. Már te sok ember hullását láthattad idáig párviadalban is, és iszonyú heves ütközetekben. Mégis elátványon keseregtél volna leginkább. Mellettünk a borosvödör és dús asztalok alján fetrengünk odabent. Vérünktől gőzöl a föld is. Legszörnyűbb volt, mint sikított Priamosnak a lánya Cassandré, akit oldalamon szúrt át a gonosz nő. Hallottam, kezemet fölemeltem, azonban azonnal újra halódva leejtettem, kard állt ki belőlem. És az az ebszemű nő elfordult, még a szemem se fogta le, szám sem csukta be, bár Hádész felementem. Nincs is az asszonynál iszonyúbb, mint nála kutyább sem, nála, ki elméjében ilyen rúd dolgokat érlel, mint amilyen csúf dolgot mívelt lám ez a nő is, törvényes férjét ki megölte. Hiszen hitem az volt, hogy majd gyermekeim s a cselédek jó örömére érkezem egykor meg, és ez a legszörnyűbb gonosz asszony hozta magára a csúfságot, de a megszületendő összes nőre is, arra, ki jó leszen és szelíd épp úgy. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Jaj, bizony, Atreus nemzetségét messzire dörgő Zeus dühe éppen eléggé sújtja az asszonyi bűnnel kezdettől, hiszen oly sokan elvesztünk Helénéért, s íme Clytemnestré így cselt szőt, míg oda voltál. Ezt mondta, mire ő így adta azonnal a választ. Éppen ezért nődhöz te se légy túl kedves ezentúl, és sose mondd el, amit tudsz többé néki egészen, egy részét mond csak, de sokat titkolj el előle. Bár Odüsszeusz téged soha nem gyilkol meg az asszony, mert ennél okosabb, és jobban is érti a dolgát Ikariosz lány sarja, okosszívű Pénelopeia. Mint fiatal feleséget hagytuk az otthoni földön harcba vonulva, a mellén csüngött még csecsemője, most bizonyára helyet foglalhat a férfiú nép közt. Boldog gyermekez, őt meglátja az apja is otthon, s ő hozzásimul apjához majd, mint ahogy illik. Nőm bizony azt sem hagyta, hogy elteljék a fiamnak látásával a két szemem, engem előbb terített le. Mást mondok neked én, te pedig vésd jól a szívedbe. Rejtve, ne nyíltan térj bárkáddal a drága hazába, úgy kös ott ki, hisz asszonyban már senki se bízhat. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Mit hallottatok, éle fiam, hol tölti a napját? Orkamenoszban tán a baráti Pűlosz fövenyén él, vagy Menelaosznál, Lakedaimon tágterű földjén, mert tán csak nem halt meg a földön a fényes Orestész. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Atreidész, miért kérdez ilyesmit? Nem tudom én azt, éle, avagy meghalt, kár mondani szélbevesző szót. Szólván egymáshoz szomorú szavainkkal eképpen álltunk bánatosan, s a kövér könny hult a szemünkből. Slám Péleiadész Achilleusnak jött oda lelke, és Patroklosznak, meg a gáncstalan Antilokosznak, s Ajásznak, ki a legjobb termető és alakú volt minden akháj hős közt, a dicső Achilleusnak utána.
Lelke reám ismert gyorslábú Ajakidésznak, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odüsszeusz, jaj, te szegény, mit nem fogsz még kieszelni nagyobbat? Hogy mertél Hádészhez jönni, ahol csak a holtak laknak, s nincs tudatok, s a halandók árnyai pusztán? Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Ó, Achilleus, Péleusz fia, legjobb minden akály közt. Teirésziást kellett kérdeznem, hát ha tanácsot mond, hogyan érhessek haza már Sziklás Itakába, mert hiszen eddig Akhályföldnek közelébe sem értem, sem földemhez, örökké bajban. Nálad azonban senki se volt inkább boldog, de bizony sosem is lesz, mert hisz előbb istenként tisztelünk mi, akhályok, míg éltél, és most íme uralkodol itt a halottak népe fölött. Ne szomorkodj hát a halálon, Achilleus. Így szóltam, mire ő így adta azonnal a választ. Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odüsszeusz. Napszámban szívesebben túrnám másnak a földjét, egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség, mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak. Rajta azonban szólj nekem egy szó drága fiamról, mente utánatok ő, elsők közt küzdeni vagy sem, szólj a derék Péleuszról is, ha talán valamit tudsz, megvan-e még tisztsége a népes Myrmidonok közt, vagy már megvetik őt Hellászban, a ftíjai földön, mert a kezét meg a lábát már lenyűközte az akkor. Gyámolaként bizony én, ha a napsugarában aképpen állhatnék, ahogy egykor a tágas trójai téren öltem az ellenség legjobbjait argosziak közt, hogyha ekép házába mehetnék csak kis időre, rettenetes kezeimmel, erőmmel azokra rohannék, kik bántalmazzák, s fejedelmi jogát elorozzák. Így szólt ő, mire én így adtam neki a választ. Én biz a tiszta nevű Péleuszról mit se tudok még. Ám de Neoptolemoszról szólok, drága fiadról, mondom a tiszta valót, ahogyan kérdezve kívánod. Mert hiszen őt én vittem arányos görbehajóval Szkűroszból a remek lábvértes akhály seregekhez. S hogyha a trójai vár alján hadiszerre siettünk, mindig először szólt a tanácsban, szót sose vétett. Isteni Nesztor is én voltunk csak nála különbek. És amidőn érccel vívtunk mi a trójai síkon, nem maradott bizony ő a tömegben, a nagy sokaságban, messze előre rohant, sose hátrált senki erről sem, és meg is ölt sok férfit a rémületes viatalban. Én bizony azt mind nem sorolom föl, nem nevezem meg, mennyi vitézt ölt meg verekedve az argoszi népért. Csak hős Eurypyloszt említem, a Telefidészt most, kit ledöfött érszel, s elesett körülötte a számos Kéteiosz haditárs, ezt tette a nőknek adott kincs. Nála sosem láttam szebbet, csak az isteni Memnont. S hát, amikor szálltunk be a lóba, amelyet Epeiosz készített, jeles argosziak, s rám volt az egész terp bízva, a rejteket ott föltárni meg újra becsukni, akkor az argoszi nép fejedelmei és vezetői könnyeiket morzsolták mind, remegett is a térdük, rajta bizony nem látta szemem, hogy szép színű bőre elsápadna akár, vagy hogy könyv futna le arcán, s lopva törülgetné, hanem inkább sűrűn esengett, hadd törhessen elő, s markolva a kardja fogóját és a nehéz kelevészt tört volna a trójaiakra. Majd, hogy földultuk Priamosz meredek falu várát, zsákmányrésszel, ajándékkal hágott a hajóra sértetlen, meg nem sebesült soha Dárda hegyétől, kézitusában sem sebesült meg, bárha a harcban ez megesik sokszor, hisz Árész sose nézi, hol örjöng. Így szóltam. Mire lelke a gyorslábú Achilleusnak Aszfodélosz téren nagyokat lépdelve tovább ment örvendezve, amért elmondtam, hogy fia mi hős. Közben az elhuny többi halottnak lelke körém állt bánatosan, s mindjük valamit kérdett a bajában. És egyedül Telamoniadész Ajasznak a lelke állt férrébb, most is haragudva a győzelemért, mint bárkáknál vetekedve fölötte arattam. Achilleusz fegyvereit kaptam meg, amelyeket anyja kitűzött. Trójai ifjak ítélkeztek, meg Pallas Athéné.
Csak hogy bár sose győztem volna egy pár viadalban, ekkora hős szállott le miatta a földi homályba. Ajász, ő, aki termettel, tettel kimagaslott minden akháj közt. Tiszta nevű Achilleusnak utána. Őt megszólítottam ekép mézes szavaimmal. Ajász, tiszta nevű Telamon fia, holtod után sem hagysz a haraggal föl, melyet ellenem érzel az átkos fegyverekért. Azokat kárunkra mutatta fel Isten, mert te, ki ekkora bástyánk vagy, dőltél ki miattuk. Mint ama Peleion Achilleus, mi akhályok aképpen szüntelenül siratunk téged, és itt senki se vétkes, csak Zeus volt, ki a dárdavető Danaos daliákra megharagudva nagyon rád küldte a vészteli sorsot. Lépj ide, kérlek, uram, hallgass meg a szóma beszédem, indulatács erejét fékezd meg büszke szívednek. Így szóltam, hanem ő választ nem adott, de a többi holthős lelke után a sötét Erebosba tovább ment. Ott, noha még haragudva talán szólt volna nekem, vagy újból hozzá én, de szívem kedves kevelemben ekkor a többi halott lelkét is látni kívánta. Ott láttam Minoszt, Kronidész ragyogó fiú sarját, tartva aranyjogarát holtak közt tette a törvény trónján, s ők döntő szavait kérték a királynak, ülve meg állva körül Hádész tágas kapujában. Majd meg az óriás Oriont láttam meg utána, Aszfodélosz réten vadakat hajtott a hatalmas, melyeket egykor még maga ölt meg a pásztori bércer és markába símult sose romló érzbuzogánya. Láttam még Tityoszt, a magasztos Gaia fiát is, teste 9 telket betakarva terült el a földön, mindkét oldalon egy keselyű ült, és a belébe vájva a máját tépte. Elűzni se tudta kezével, mert Létót támadta meg ő, Zeus büszke szerelmét, míg Panopeusz gyönyörű mezején Pűtó fele lépdelt. Láttam, Tantalosz is hogy szenved, mi nagy a kínja, egy tónak közepén áll. Állát csapdosta a hullám, úgy állt, szomjúhozott, a vizet sose tudta elérni, mert valahányszor csak lehajolt az öreg, hogy igyék már, annyiszor elhúzódott tőle a víz. A sötét föld látszott lába alatt, szárazzá tette az Isten. Közbe fölötte magas fák lengették a gyümölcsük. Drága gyümölcsük, gránátalmafa, körte, meg alma, édes, jó füge és viruló koronájú olajfák, és az öreg valahányszor fölnyúlt, hogy leszakítson egyet, a szél a sötét felhők fele csapta az ágat. Láttam, Sziszüfosz is, hogy szenved, mi nagy a kínja, mindkét kézzel egy óriás sziklát tolva előre. Kézzel is és lábával is úgy nekidőlt ama szirtnek, úgy görgette a csúcs vele azt, de amint a tetőre ért vele épp, az súlya megint csak visszavetette, s újra a völgybe gurult le rohanva a szikla az átkos. Nekifeszülve megint elkezdte taszítani, csurgott sok verítéke, fejét a kavargó por borította. Aztán Heraklész erejét láttam meg, azaz csak képvását, hiszen ő maga él örök isteneink közt, ott lakomázik, s karcsú bokájú asszonya, Hébé, nagy Zeusnak és az aranysarujú Hérának a lánya. És körülötte zsibongtak a holtak, akár a madárraj erre meg arra riadva rohantak, mint a sötét éj lépdelt, mesztelen íját tartva, nyilát is a húron, zordul pillantgatva, akárha kilőni akarná. Rettenetes kartartó szíj körítette a mellét, drága aranyból volt, csodaszép veretek díszítették vatkanok és medvék, tüzelőszemű bérci oroszlán, ütközetek, harcok, gyilkosság, emberölések. Újabb dolgot akár sose készít senki, e szíjat egyszerűen nagy művészettel földíszítette. Ő meg, amint rám pillantott, nyomban meg is ismert, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Ó, isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odysseus, jaj, te szegény, bizonyára olyan rossz sors az, amit tűrsz, mint amilyent magam is hordottam a napsugarában. Én Kronion Zeusnak voltam, fia, csak hogy a kínom végtelen és csúf volt. Nálam sokkal kisilányabb, az lett zsarnokom, és iszonyú munkákra jelölt ki. Még ide is küldött,
hogy a szörny ebet elvigyem innen, mert azt hitte, hogy ennél már nehezebb feladat nincs. Hádész házából fölvittem, a földre vezettem, mert Hermész kísért, s a bagoly szemű Pallas Athéné. Így szólt, és tova tűnt Hádész palotája ölében. Én pedig ott álltam, és vártam, hogy hát, ha előjön még ama hősökből egy, kik rég szálltak a sírba. Stán meglátom, ahogy kívántam a régieket még, Tészeuszt, Perithoszt, deli sarjait isteneinknek. Csak hogy a holtak egész sokasága előbb odatódult szörnyű zsivajjal, sápat félsz ragadott meg azonnal, hogy rám küldi a rettenetes gorgófejet is még Hádész házából a magasztos Perszefoneja. Gyorsan a fürge hajóhoz eredve parancsot is adtam, társaim oldják fel, fölszállva a tatköteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepedtek. Ókeánusz folyamán hordozta hajónkat a hullám, s vitte előbb a lapát lefelé, azután meg a jó szél.